Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 19 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hangom semmi. De ez még valószínűleg szombat éjszaka. Ott vesztettem el egy barátomnak. Ünnepeltük a 10 éves házasság évfordulóját. Bocsát, ti? Aha. Barát? Hát barátom? Ő csinált bulit, és akkor mi ünnepeltük. Vidám gyász. Te ez nem családi szokott lenni? Vidám gyász volt. Egy szűkebb család oda jön ilyen házasság évfordulóra. Ő úgy gondolt, hogy a barátaival ünnepel. Ilyen tök jó. Egyén búsul a barátai. Kapott tőlünk egy ilyen mediátori részvételt, hogy még legyen benne 10 év, menjen el 20%, 20% diszkanttal, hogy menjen el, hogy akkor még talán lesz benne még 10. És szerintem ott én elvesztettem a hangomat, mert egészen hajnalig sikerült ott lenni, úgyhogy... És hangos volt a zene, amikor beszélgettetek. Hangos volt a zene, nagyon kellett kiabálni, és ez picit ráment a hangomra, úgyhogy hát ennyi maradt belőle, amit el tudtam nektek hozni így hétfőre. Relativitás elmélet, tudod? Nem, ezt kiabálni. Fájjál el! Ennyire! Ugye van? Volt minden, gyerekek. Volt minden. Neked küldtünk fotót. Mert hogy összeakadtam Feri egyik ismerősével, aki egyébként jó arc. Én nem tudtam, hogy ő ki, de mondta, hogy nagyon ismeri a Rákóczit, és most bizonyítsuk be, hogy mi együtt bulisztunk. És akkor megszületett az a kép. Beszélnék erről. Janinak megmutatom, hogy mi történt. Éjjel egykor. Na most, hogy én vagyok a lumpen alak. Tehát csak mondom, ez történt szombaton éjszaka, amikor én már nagyon szépen aludtam. Úristen! Miki barátommal, hát... Na, ugye? Igen, van. Átjön a feeling. Ugye? Kis sötét képecske, de azért jó kivehető arc is. Igen, és poharak cigarette is minden. Igen. Ami az ember kezébe elfér, igen. Sima cigarette, hogy leszem hozzá. Hát a hallgatók kedvére elmutatjuk, hogy a képen látszik két fiatal ember, és olyanok, mintha az egyikük például Balázs lenne, de nem. De nem ő az. De nem ő az. Várja, Balázs és Popeye kettőse, szerintem tudod ez a fajta. Az a típus, egyébként tényleg, igen, már csak egy sperhotos koncert. De tényleg, igen, mert úgy tartom a cigit, hogy fogta így a pipát fogta ilyen kicsit pimaszul. Az egy olyan szituáció, ami után azt mondaná valaki, aki kívülről nézi az egészet, hogy és volt ott egy srác, aki engem nagyon emlékeztetett a Balázsra, de nem. Nem ő az, de nem ő az, volt csak az. Igen. Na mi újság, ez a rossz idő, hát ez hál' Isten, csak átmenetén már így készülök lélekben a novemberre, hogy ilyen lesz majd meg az október eleje. Szerda 30 fok, hál' Isten, úgyhogy jó idő lesz, és hétvégén is aztán jön vissza. Meg ugye azt mondták, hogy már jön egy hidegfront, és mondta Annának, hogy reggel, hogy ugye 11 és 20 fok között prognosztizáltak a mai hőmérsékletet a hétvégén, most ehhez képest 19 volt, basszus, 19, felöltözöm, tudod, mint az állat, nem akarok szétfagyni majd az éjszaka, és stb., és majdnem élve elrohadtam, mert odaértem a határot, annyira meleg volt. De lehet, hogy le fog esni majd, tehát hogy délutánra, nálatok 19-ről indult, és 11-re lemegy. Igen, csak igen. Mondom azoknak az iskolás anyukáknak, apukáknak, akik így lazán akarták kezdeni a hétfőt, hogy nyugodt szívvel egy 5-10 perccel korábban lehet indulni, mert mindenki elővette a négykerekű esernyőt, és hogy egyébként meg ez az első rendes nap, tehát a múlt hét, ugyan csütörtök pénteken már volt tanítás, de sokan voltak, úgyhogy ők még nyaralnak egy utolsó. Tehát ma lesz a nagy? Szerintem ma olyan cumi lesz. Cumi lesz, szerintem? Bevezetőkön. Mi is kísérleti szakaszban vagyunk. Nagyon ki kell találni. Igen, tehát 7 óra 10, 7 óra 20, majd fogok ki segítséget kérni, hogy írja meg valaki, aki rutinos agglomeráció beáll az M1-M7. Mikor van az, amikor még be tud súrani? Nagyjából úgy mondjuk a Petőfi környékére. Mikor kell elindulni, mit tudom én, egy ilyen török Bálindért magasságából? Szóval ott mikor van? Mikor van a vákum? Amikor még beérsz? Szerintem ilyen 10 perceken múlik egyébként. Pontosan, sőt. 7 óra 10-kor még jó, 7 óra 20-kor meg vége van. Vége. Tehát, hogy azt majd kinyomozzuk, hogy mi a legjobb. Mert most kísérletezünk, hogy ne üres iskolába üljön a gyerekek. Az se túl jó azért. Ugyanakkor ne a második órára érjen be. Igen, valahol a kettő között kell majd megfejteni a dolgot. De hát ez még ilyen kísérleti szakasz, meg rendesek a mindig óvónénik mondok. A tanárnénik meg mondták, hogy még nincs baj, ha valaki késik. Hát szóval itt azért még ezt elsőben azért. Meg majd, még most nincs baj, hogy óvónén nézed őket, de majd egy negyedik környéke már felejtsd. Rá kéne állnom most már azért erre az iskolanénire, vagy tanárnénire. Nézd, ha van óvónéni, akkor van iskolanéni.
óvónéni hát is. Óvónéni után iskola néni. Azt mondod, hát adós, nem osztályfőnök. Ja? Igen. Hétvégén milyen volt? Jó volt? Jó volt, jó volt. Tehát én pénteken voltam egy olyan rendezvényen, amilyen rendezvényben soha az életben nem voltam, még a helyen is csak egyszer voltam, még hosszú évekkel ezelőtt, amikor nem így nézett ki, hogy kint voltunk a Kincsen Parkban, mert ugye Annának a Petie ott nyomul, mint speaker, és hát ők nagyon-nagyon benne vannak ebbe a lovas világba, ügetős, meg galopos, meg én nem tudom, tényleg csak ugatom ezt a témát, semmi közöm nincsen alapvetően hozzá. Én is valami futóverseny, a Hung Expo futáson voltam kint egy hosszú évekkel ezelőtt, teljesen másképp nézett ki. És tehát Anna mondta, hogy menjünk ki, mert hogy pénteken mindenféle dolgok lesznek, ilyen food truck show, meg agárverseny, meg lóverseny, meg minden lesz, úgyhogy biztos találunk valami olyasmit, meg koncertek, ami minket is érdekel, meg nekünk is tetszene. Hát, és nem sikerült. De, hogy nem. És ott voltunk? És tényleg hát te volt. Figyelj! Hát, semmi nem volt. Az van, hogy olyan volt, mint egy bolondokháza, olyan tekintetben, hogy legalábbis, hogy így minden volt így egyszerre. Tényleg, mint egy ilyen kis sziget. Komolyan mondom, mint egy fesztivál, hogy itt egy sátor, megy valami koncert, itt lehet fogadni, itt éppen futnak, ilyen, hogy hívják, a kis kétkerékű kis kocsikkal, ott agárverseny, amott meg, hogy hívják, krumpli szirmot árolnak, kifejezetten csak házi alapanyagos ízé, itt meg gofré, ott meg nyoki, itt meg, hogy hívják, ilyen hatalmas, ilyen mozdonyokban sütnek húsokat, ez Feri biztos, hogy tudja, miről van, meg ezt miért csinálják, így biztos jó. Nagy mozdonyos húsütő? Hát a Feri cimbie. Ó, olyat csinál. Az a igazi fatizelésű ilyen barbecue, berakja 6 óráig itt fokon. Úristen, de félelmetes volt. Hát itt ettünk szembe, itt volt a Fradi Pérre. Igen. Az és nagyon cudar. Két méterenként volt valami csoda, irgalmatlan jól meg, csak mondjuk a kaja része, irgalmatlan jól meg vannak csinálva ezek a kis autók, mindegyik annyira patentül néz ki, annyira rendben van. Design minden, millió ember, azt már tudom egyébként, hogyha vége lesz a rádiónak, akkor gofrist fogunk nyitni, mert hogy lehet hát te nem hiszem el, hogy a gofris előtt még 2016-ban is tényleg azon, mint hogy 86-ot írnák, vagy én nem tudom, még 100 ember áll sorba, és én nem tudom, mit tudott ez a gofri, mert hogy nem akartunk már beállni oda sorba, és nem akartunk emiatt 40 percet állni, de hogy még mindig ott vannak a legtöbben, az egészre elképesztő. Nincs gofris ütője az embereknek, mert azt olyan értelmetlennek minősíted. Pedig otthon, milyen jó az. Pedig mi? És hát mondjuk 5000 forintért már olyat kapsz, hogy csillog-villog, de az van, érted, hogy nem veszel, mert egy dologra jó, a gofrisütésre. Igen. Mondja az átlag polgár, tehát nem vesz, ezért aztán ezért beáll a gofrishoz. Nem hittem. Úgyhogy, de az egésznek nagyon-nagyon jó feelingje volt, nagyon nagy hangulata volt. Meg tehát olyan szép a hely maga, igen, hogy a város, igen, közepén, ott nem akarom bántani ezt a környéket, de hát nem egy hűha, viszont a szellapokat is megérzetten szar. Így van. Nem egy hűhe, inkább igen, szar. Köszönöm szépen. Egykori BMW idején azért ez egy igen, de azért most szebben nézett ki. Nagyon lepusztult. De 100 métert mész. Bemész a Kincsen Parkba, és véged van, hogy úgy néz ki az és egész. És gyönyörűen néz ki az egész. Mégiscsak ott egy természetközüli sportágról van szó, a lovak világa fantasztikus, tehát az agarakról meg nem is beszélek, tehát egy ilyen agárverseny. Jó, az mondjuk nekem értelmezhetetlen. Vége. Ez tényleg úgy van, hogy a klasszikus ilyen Mike Tyson meccsekre emlékeztet az egész, amikor bement a ringbe, 3 másodperc, a vége volt, és ha valaki mondjuk kiment inni egy sört, vagy későn adták ki, ahol már vége volt a meccs. Ez is körülbelül ilyen. Tehát az agárverseny ilyen 250 méteres szakasz, ami én sem a verseny. Győz! Locka! Champion, és jön a következő futam, tudod. Tehát nem figyelsz, de már vége van az egésznek. Tök jó, nem kell rá sokat készülni. Nagyon tehát jó. Nincs az, hogy hosszú szünetek vannak. Igen. És akkor azt még kell beszélni. Tudod, egyik a másik után jön. Ez az egésznek nagyon jó feeling volt, és millió egy ember volt kint. Tehát, hogy így látszott rajtuk, hogy tök jól érzik. Ezt megnéztem volna. 5 percenként én most volt valami esemény. Most már van is, meg ősszel is. Nem haragszom, hogy nem szóltatok, de erre nagyon elmentem volna. Nagyon-nagyon elmentem volna. Azt hittük forgatsz. Hát az elmúlt 2 hónapban azt csináltad. Tehát szóltunk, mi volt bármire is. Mindig az volt, hogy szávasztok, elmentem forgatni. A saját gyerekem égnyit olyan nem tudtam ott lenni. Isten. Micsoda alázat, ezt forgattam. De ez jó rendezvény lehetett volna, ezt megnéztem. Van most már rendszeres, mondom, szóval többet is csinálnak. Tavasszal is volt egy ügyet. Food truck show. Meg hogy így kapkod a fejed. Tehát, hogy és annyira átveszi az ember a helynek a feelingét, hogy már volt egy pillanat, amikor már itt előtte valaki magyarázott, hogy ki nem futtatja eleget a lovait, és azért nem jön, és így oda szóltam, hogy ki kussoljál már. mert nem hallom.
hallottam, hogy most Mariska hanyadik helyen ért célba. Fogadtatok? Fogadta, ez egy csak egy játék volt az egész, tehát hogy nem vagyunk akkor a fanatikusok, meg nem is akarok nagyon belebonyolodni ebbe a dologba, de azért mókás volt, hogy tudod, hogy jönnek a logisok, mondom, hogy 300 forint, akkor megteszik Mariskát, meg tudom, következő futam. Nyertél? Milyen meteor, de hogy nyertem? Nem. De sanszos volt. Mind a két ló, amire tettem, negyedik lett, én meg tétre tettem, tehát hogy az első háromban benne lesz, aha, aztán nem lett benne, de vicces volt, meg így tök jó volt az egész. Tehát, hogy nézem a pályát, és oh, igen, jó, miért futnak ilyen lassan a lovak, tudod, azért mert melegítenek. Tehát, hogy azért még tanulni. Húzd meg, maradjál ez a melegítés. Mindjárt, jó, nyertem. Nem, de ez a melegítés volt. Nem mondom, kérdezte a Virág, hogy miért mennek ilyen lassan a lovak. Hát mondom, figyelj, szerintem az van, hogy ez egy hosszú távú verseny, és hogy most elmenek el annyira, még olyan, mint a 10 kilométeres síkvízi úszás, és akkor tudod, okoskodni, aztán kiderül, hogy nem, csak melegítenek. Jó, de hát apu ezt mégsem mondta, hogy nem tudom. Nem volt róla, tehát valamit mondani kell. Így van. Ez egésznek a hangulata viszont óriási volt, tényleg olyan volt az egész, mint egy ilyen kis sziget, vagy egy volt fesztivál, vagy én nem tudom micsoda, mert hogy egyébként tényleg koncertek voltak, kaják voltak, agarak voltak, lovak voltak, és egy óriási nyüzsgés, gyerekek össz, annyi gyerek volt kint, hogy elképesztő. Rohangáltokat össze-vissza. Az állatos bulira mindig jó kivinni, tudod, látják legalább lovakat, meg az agarakat, mert azt mondom, az értelmezhetetlen az a kutya, tehát hogy ezt semmi más nem tud tartani, szerintem csak erre. Hát jó, de látszik rajta, hogy élvezi, ja. Tehát hogy ezeket nem kellett nyüstölni. Tudod, hogy húznak előtte tényleg persze, valami? Persze, egy műnyulat. Egy ilyen műnyulat, és aztán a végén, amikor megáll a műnyúl, akkor körbe is gyűlnek. Ezek is kutyusok, és aztán elkezdik ott eszegetni. Rahagyjátok meg megint, nem élő. De hát imádnivalóak voltak. Úgyhogy mondom, az egész szerintem nagyon jó volt. Tehát, hogy jól szórakoztunk, jól élveztük, és még laikus szemmel is mondom így, hogy azt hittem, hogy már futam van, miközben csak melegítettek a pacik, ehhez kell még így is élvezni tudtam. És Virágnak tetszett, vagy unta ez a kamaszos unatkozás, nem volt? Le, tetszett neki, hát ő imádja a lovakat, tehát, hogy minden, ami lovak kapcsolatos, az neki bejön, meg az anyjának meg minden, ami kutyával kapcsolatos, nekem meg minden, ami gofrival kapcsolatos, tehát megvoltatok. Azt a gofrit. Minden egy helyen, ami a vadon családot érdek. Igen, egy hely, ló, kutya, gofri. Csöcsök, lovak, log, gofrik, cukrok. Egyébként még csöcsök is voltak. Tehát, az tulajdonképpen meg vagyunk. Csinos fiatal jány, úgyhogy egész éve, de azt a gofrit meg kell kóstolnom, mert nem tudom, mi volt benne, de hogy én nem tudom, olyan volt, mint hogyha, nem tudom, lehet, hogy pénz visszafizetési garancia volt, és azért. Ha nem ízlik, akkor vissza. Ezt kell nyitni. Lehet itt minden bingizni, össze-vissza mindenféle ilyen modern reform kajákkal, meg ilyen kézműs hamburger, meg a kézműs gofri. Olcsó, finom, jó. Ja, Istenem, gyerekek. Na jó van, hát elmarad az ismétlés most már, hogy fél hét múlt egy perccel, úgyhogy már nem ismétlünk igazából. Viszont Ákos elmondja a híreket, és aztán új hét indul. Teljes hét indul már, ami a játékot illeti, úgyhogy lehet le jelentkezni. Jó, ha játszanátok, nyitnátok a hetet velünk, írjatok SMS-t, és aztán jövünk a játékkal. Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. Hát egyelőre komoly sötétség az országban mindenhol. Így van, és az idő is azért rossz. Igen, és emellett rossz időben. Én nem tudom, olyan, mintha éjszaka lenne, nem? Ki érti ezt? Hát ki érti nagyon ezt? Nagyon durva. Adják, és most már tényleg leszakadt az ég. Majd szerdán visszakapjuk. Kell a eső valaminek. Az eső mindig jól jön. Mindig jól jön. Nem kell locsolni. Nem kell locsolni, meg a békák is örülnek. Érted? A békákkal eddig kifoglalkozott, csak a farmos élet. Én egy kicsit. Ja, mondjuk ez is. Igen, egyébként tényleg nem kell locsolni. A legnagyobb előnye ennek. Na, jól van, új hét indul. Úgyhogy mindjárt kezdjük a játékot. Előtte 31-es fő, Csúly Sáptól Gyömrői csak arra szól. Nem ébredtem jól, de ez a szuper sláger hozzájárult, hogy eredvány. Ez az, egy szuper sláger. Picit ilyen diszkó feeling, nem? Ezt nem is értem ezt a dalt. Annak idén értetted, amikor erre seregtél. Erre ajányokkal. Erre seregtem ajányokkal, igen. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. Na várjál, most akkor újra. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel. Halló, jó reggelt, sziasztok, srácok. Szia. Hello. Jó reggelt, hello. Hogy hívnak, mi újság? Sziasztok, Tominak hívnak, hello. Tomi, honnan hívnak?
Én jelenleg 60-ból, de amúgy Horton lakom. Hát, igen, és mit csinálsz most ott, ahol vagy? Hát én jelenleg dolgozom, csak most éppen a szünetemet töltöm, aztán majd visszatérünk a szürke munkás időtöltéshez. Ez milyen reggeli kávészünet van? Tessék? A reggeli kávészünet? Vagy igen, egy... igen, pontosan, ugye, mert kicsi korán keltem, aztán valahogy elkeníteni a napot, és ilyenkor így az eleget tűz megoldására. Hoppá! Na jó van, és kivel játszanál? Én Balázs Balázs. Miért nem hagysz békén? Most tényleg, komolyan miért mondom, hát nem hallott, hogy mi van már megint, mi van velem? Hát ez... kicsit ébredj fel, az a biztos. Le vagyok merülve, aksiailag, nem sokan hogy mondják, ezt nincs hangom, mert elüvöltöztem szombat éjszaka egy buliban. Regenerálom. Kicsit reggeli játék, aztán te is fölébredsz, az a biztos. Jó. Oké. Na jó, hát figyelj, te akartad akkor. Indulhatunk? Igen, menjünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, elindultunk. Itt vagy? Rosszul hallottam. Itt vagyok, és te itt vagy? Halló. Itt vagy. Biztos? Jó vagy? Itt vagy. Halló. Milyen volt a hétvégéd? Jó volt? Igen. Jó. Ez az! Köszönjük szépen. Új, de jó volt. Kis terelés, kimozgatás, kis mint a cselgáncsban, egy kis lögdösődés, érted, egy kis mezrángatás. Ez aztán pedig átcsúcs, vagy egy hatalmas felütés. Brutális uramavasival. A milyen volt a hétvégéd, az az átcsúcsos felütés? Nem, ez mindig ez a kis... Itt vagy, hol vagy, hol vagy, haló, az egy kicsi összezavarás, és utána egy kérdés is. Igen. Az a milyen volt a hétvégén, az az elmozgatás kicsit balra, és akkor utána jobbról jött. Ennyi. És belehajolt. Ennyi. Fájdalmas volt nagyon, de hát. Legrosszabb pillanataimban is könyörtelő jól játszom, ez az igazság. Szóval, hogy egyszerűen... Már veszítés, már nem is megy nekem. Angol alapján rámennek a gyengére, és aztán kiderül, ez a kis gyenge összetört kis gazella, ez még mindig nagyon gyorsan tud rohanni. Nem kaptak el a nagyvadak. Sokat nem tudtunk meg rólad, mondjuk, de... Hát, hogy Horton élsz, de egyébként most 60-ban vagy. És kávészünetem van. Tehát a hangod meg a lendületed alapján azt hittem, hogy ez ki fog futni. Mondom ezt. Hát így terveztem, igen. Én is azt hiszem, nem így jött. Várjátok is, hogy Tomi mit írt? Nagyon régóta hallgatom azt, hogy a jelentkezők milyen gyors és szégyenteljes verességet szenvednek. Tomi, szép. És ez így nem mehet tovább. Hát erre mondják azt, hogy viszonyat a fagyi sajnos. Azt hiszem, hogy évek óta játszom fekete férigennemet, és még egyszer sem vesztettem. Én vagyok az első, aki legyőztelek. Hát, büszke lehet magadra, Balázs. Hát azért, kérem szépen. Most láttam az SMS-edet, Anna most küldte el. Úgy érzem, hogy itt az ideje, hogy összemérjem veletek az erőmet, és visszahozzam a hallgatók jó hírnevét. Ó, gyerekek, hát itt Tomikám. Ráadásul egy rutinos játékosról van szó. De hát, úgy látszik, hogy már... Na, ezért kell szerényebben fogalmazni. Úgy érzem, hogy mint oda veszte a számítatésből kell vonuljak. Most egy kicsit el kell vonulnod, de aztán majd egy visszavágóra még szív föl magad valamikor, jó? Úgy legyen, mindenféleképpen. Jól van. Köszi a játékot! Én is köszöntöm. Hello, szia! Hello. Szia! Tomi kollégáit pedig arra kérjük, hogyha találkoznak vele, akkor emeljék mind a két hüvelykújjukat így a magasba az okéjjel, és mondják, hogy szép volt Tomi. Ha, jó volt. Jó, benne. Csak ennyit. Nagy vadat lőttünk, gyerekek, érzitek? Igen. Nagy vadat igen. Lőttünk. Nagy arcú vadat. Évek óta játszik, nem kapok ti senkitől. Tomi, kár volt. Jó van, hát még azért a hetet nekiabáljuk el. De hát, ha így játszik a többi is, akkor hát apám, mi lesz itt? Isten. Igen. Szóval azt mondja, hogy Sűsáptól Gyöbrőig csak arra szól a 31-es. Ezt többen elküldtétek, vigyázom mindenki. Azért áll a forgalom, mert a Mennei ABC előtt szabálytalanul a sávokban belóva parkolnak az autót, vidáman reggeliznek a munkások, és pont nem érdekli őket, hogy áll a forgalom. Úgyhogy térjenek magukhoz, üljenek az autóba, és álljanak arrébb. Mert Sűsáptól Gyömröig arra szól a forgalom. Halló? Mi? Mi van a sűsápi kifli? Egy korai reggeli. Megállni. Aha, a csavaros. Nem, a Mendei ABC. Ja, Mendei ABC előtt. Egy jóvajas kifli. Mit nem adnék most azért? Egy jóvajas kifli? Jóvajas kifli, tudod, ez a teljes kifli, félkör alakú, és tudnám. Igazi vajjal megkenve. Úristen. A Zsül, hát mindent nem adtam még oda. A lépét odaadnám, érted? Most itt kiválhatnák a lépét. És elvihetnék. Nem egy ilyen igazi vajas kifli. Isten, hogy nem. Sogorom faterja tégségben dolgozik, és esténként mindig az első sütésből hoz, meg jön hazafelé, csak így beakaszt egy ilyen meghoz kiflit is. Beakaszt egy zacsival, az egy kicsit fáj, de a kifli aztán kiengeszte. Valamit egyet. Van kifli, meg zacskival, zacskóval akasztása. Kivit. Fú, nagyon, ez az igazi klasszikus, jó kis teljes kifli. Igen, és az a kifli, tudod, aminek így nem pereg a teteje, azt én utálom, mert hogy ezt, tudod, ami olyan bénán van megcsinálva, ugye mindenféle ilyen
mi az ilyen hozzáadott anyag, vagy nem tudom, adalékanyaga, hanem ami ilyen, ilyen nagyon egybe van. Az se rossz. Jó, hát jó, de hát... Az egy beigli? Vagy valami beigliszerűség, igen. Beigli? Úgy oldalról én mondom, hogy meccsedik kép. Ezt Tominak kéne enni a buktát. Ezt miért mi eszük a buktát? Miért nem Tomi eszi a buktát? És teljes kifritéllel. Na jó, van, drága adatom. Amiről így le lehetett körbe húzni. De az is, igen, tehát hogy az is ez a kategória, mert ugye amilyen vizesebb, az a pergős, ahogy Balázs fogalmazott az előbb, az össze-vissza törik meg, azzal ezt nem lehetett megcsinálni. Úristen. De a régi kis volt. Azok a régi jó. Annyit legalább megírnátok, miért vagyok letiltva? Sose illettem Lotszóval a műsor, pedig ennél jobb lettem volna, de egy hallgató. Ezek szerint nem vagy egyébként, de hát ne legyen látjuk az SMS-edet, nem vagy letiltva, csak sok-sokan jelentkeztek játékra. Fekete listások, akik egyébként valószínűleg lendületesen írják továbbra is az SMS-eiket, és meg se fordul a fejükbe, hogy nem látjuk, hogy nem tudjuk olvasni, azoknak az SMS-ét nem látjuk, attól igen. Fekete listások, tehát hogy te hát biztos, hogy nem vagy letiltva. De most berágtunk, úgyhogy ezért lett. Jó. Kekec-kec. Igen, kemény kecre. Most már nem vagy tiltva. Egy perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán jövünk. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után 14 perccel itt vagyunk. Szakad az eső nagyon sok helyen. De alakul a jó idő már, látjuk a végét holnap. Holnap estére már egész jó idő lesz, szerdától jön vissza. Hát ha nem is kánikul, szerintem 30 fok nem lesz, mert hétvégén sem volt nagyon, de ez a 25-28. Nem volt. Hát ilyen nagyon kánikulai meleg azért nem volt. Jó idő volt, de nem volt kánikula. Hát, na, én nem tudom, a Velencei tónál olyan izzadás volt, hogy megőrülsz, 30 fok fölött igen. Volt. Tegnap is. Nem tök felhős volt az ég, csak ilyen egykorül kezdett jó idő lenni. Kinek mi jut, tudod? Kinek mi dobott? Kinek mi dobott? Olyan meleg volt, hogy a gyerekek kijártak limonádét árulni, 1800 forint. Érted? 1800 forintot kerestek. Olyan jó fejek voltak a bringások. Ezt akartam mondani én is, hogy azon mondtam a panyásznak, hogy figyelj, gyártjatok egy ilyen műátvételi elismervény, mert muszáj adni. Most mi arra biciklizik a NAV, érted? Aha. Ott álltak a bringaút mellett, álltak meg a bringások, egy pohár. Nehogy már egy kamunavos család oda menjen, azt vegye a limonádét, érted? De mit kér a gyerektől számlát, vagy nem kér a gyerektől számlát? Jó kérdés. Árulhatsz te limonádét, gyerek? Persze. Mi lelévettünk házileg készített karkötőt például a gyerekektől. Az is, igen. És nagyon, láttam egyébként, elég jó ment nekik a bolt. Gumikarkötő, a fiúk azok nálunk tetkót árultak, ezt a fölragaszthatósat. Ja, azt hittem, ők rajzolták föl. Nem, ezt a fölragaszható vízzel, a lányok meg limonádét. A két biznisz együtt azt hiszem 4200 forintot nem hozott. Hát az, hogyha minden nap megcsinálják, az már adóköteles. Mondjuk nyilván iskolában vannak hétköznap, most már ezt nem. Egy ezres náluk hagytál? Tudod mikor? A francia. Az 500-at mondtam. Megy egy tanítatásukba. Igen, egy-egy gömb fagyi, az csöndben van mindenki. Nem, szerintem ez nem adóköteles. Hát reméljük. Nekem esélyt arra, hogy látott olyat, hogy kizárt egy pali az autóval, megívott egy pohár bodzását, azt mondta, ez nagyon rossz, megívott egy pohár málnaszörpont, ez is szörnyű, beült és elment. És nem fizetett semmit. Semmit. Az vagyok személyiség, egy gyerekek. Az ő gyerekével csinálták meg. Két gyerek így áll. Apa, nem akarok vállalkozó lenni. Mikor vagy ne állj meg, vagy adjál valamit, nem? Ja, de hogy persze. Ennyire prostótól, hogy iszik egy agyi bodzását. Ez nem finom, mi az, málnás, agyából is. Gyerek töltött oda. Ez szörnyű, beült, elment. Gondolkozott, hogy utána rohanjon, tudod, hogy kirángassa az autóból, hogy te rohadt állat. És ha érted, ő volt az első vásárló, akkor ott vágta keresztbe a két gyerek napját. Az egészet, nem? Ha ezzel kezdesz ilyen vevővel. Túlélték, de úgy tudod, álltak ilyen termetten egy ilyen kancsóval a kezdőben, egy perc így a poros úton, ahol elviharzott az X6-tal, tudod, vagy valamilyen M50D, tudod, az első tehát nagyon szimpatikus. Gyereknek, hogy árat kell emelnünk, vissza kell valahogy hoznunk a buktát. Adjál málnások. Ez nem, adjál bodzásot. Egy-egy pohár, mom! Mennyire tarpaj. Úristen. Adjál málnások, adjál bodzásot, adjál számlát. Egy is. 50 forint, hogy adjon a gyereknek, szóval azért az így. Rá? Viszont, hogyha csinálsz mondjuk ilyen kis bodzárosító standot, kell hozzá 20 gyerek. Városban különböző helyekre szólt. Akkor meg gyerek munkáira, akkor téged csuknak le, az se jó.
nem? Meg hogy most elkéred a szomszéd gyerekét is? Gyere már, Lacika, áruljál te is nekem bodza szörpöt. Nem jó. Ja, még erre a témára visszatérhetünk, mert meg ki kell nyomozni valamit, mert mindjárt akarok jó, valamit jó, mondani. Jó, mindenképp. Van egy kis közlekedési hírünk, egy Kettőszentendrei út11-es befelé erősen torlódik, mindenki elővette a guruló esernyőt. Ja, aztán a 4-es úton a 17-es kilométer körül egy bukor mögött elbújva rendőrautóból szidják Neptun, mert tárgyfelvétel van, küldte nekünk Petya. A 510-es út Dunaharasztírótól Soroksár felé csak arra szól, mindenkinek szép napot, Lilla. Súlyos baleset történt Alsó-Némedi külterületén, a Dabas felé vezető oldalon le van zárva. És igen, a mai Népszabadságban van egy nagy cikk. A Klassz FM-ről egyébként. Igen? Ha akartok olvasgatni, akkor ott van. Egy nagy, nagy okfejtés a Klassz FM sorsáról, igen, és jövőjéről, és az országos kereskedelmi rádiókról, illetve hegyről, ami jelen pillanatban a Klassz FM. Csak mondom, Ákos nyomta a kezemben. Uh-huh. Amit Anna kikapott a kezemből. Igen. Nagyon jól mutatja a videó, amit készítettünk. Teljesen váratlanul Anna és Viki szövetkeztek ellenem, hogy mennyire nehéz engem felhúzni reggel. Ugyanis olvasom a Népszavit, és Anna odaért hozzám. Ezt tegyük fekve, hozzá. Fekve, nyilván az én kis szokásos kis szakrális helyemen, fekve. Anna ilyen teljesen határozott, hogy csak így megindul felém, de nem értettem, hogy miért. Majd a következő pillanatban nem is tudom, mi volt a felkiáltás, hogy mit mondott, vagy hogy van-e itt valami friss olvasni, valahogy nem tudom, kitépte a kezemből az újságot, és tovább ment. Annyit mondtam, hogy van benne valami? Van benne valami, kitépte a kezemből az újságot, és tovább ment. És te itt tartottad a kezed ugyanúgy. De hogy mennyire nem nehéz azért engem, vagy mennyire nehéz engem kizökkenteni. És mondta tovább a cikket. És fejből. Azt írják, hogy fönn van a Facebookon a videó. Magam sem értem, miért készül, de annáig nagyon jól szórakoztak. Ilyenkor is az történik, hogy elolvasod a mondatot, és aztán a mondatnak az értelme egy picit később kezd el dereggelni. Tehát, hogy mire visszahoztam, még pont jó voltál. Vikivel igen. Kitaláltuk, hogy ez legyen így. De Beatrix írja, hogy nagyon szereti. De jó. A Balázs versus Anna című jelenetet, a fészem. A döglő Balázs versus Anna. Fönt van a Facebookon, nézzétek meg. Hát úgy néztünk, és ez jutott eszünkbe. Legyen valami hétfő reggel, valami igen. Aktivitás. Igen. Fel kellett rázni valahogy, arra gondoltok? Igen. Igen. De azon mit gondoltak, fölkelek, utána rohanok, és elkezdtek ortibálni, hogy ad vissza. Örültem volna neki, az meg. Így csimpaszkodik így a szoknyádon, miközben te vonszolod magad után a folyosón. De mi kapaszkodom a lábadba, tudod? Vissza a Népszabima. Ha már ilyen zombi nyögés, nem láttátok azt az óriás plakátot, vagy nem is tudom, azt a lakótelepi házon található zombi hirdetést, ami kín van ott az M1-es M7-es részén? Azt nem, de egy csomó helyen kín van. Egy Fear the Walking Dead plakát. Csak itt ez akkora, tudod, ez az építés. Én nem tudom ezt, hogy engedni rá. Hát, én nem tudom ezt, hogy engedik, ez egy ilyen védőháló, építenek ott az M1-M7-nél, illetve felújítanak egy ilyen 16-18 emeletes panelházat. Egy akkora zombi lógrelóra, hogy szerintem ott a gyerekek, azok konkrétan megállnak a növésből. Nem azt mondod, hogy egy rakott kéz, ami ilyen szétszedett koponyába mászik bele. Sok kéz mászik bele egy koponyába. Ő tervezte. Hogy ezeket így nem kéne engedélyeztetni, hogy ez nem minden gyereknek jó, nem? Nem tudom, önkormányzati választások környéke sokkal durvább arcokat lehet látni. Persze, hát... Igen, de az mégiscsak egy bár egy bőrbe bújt farkas, érted, azért nem látszik annyira. Bekapcsolsz egy parlamenti közvetítés, sokkal keményebb arcok vannak. Üres teremben magyaráznak valamiről, három gombos kinőtt zakóban, tehát azért az nagyon kemény tud lenni. Tiltakozom, mert... Igen, csak oda nem kapcsolsz. Tiltakozom, ebédszünet van. Valaki hátulolvas amit egy magyar nemzetet. Alszik alatta, nem olvas. Igen, szóval kemény, de hogy azért ez nem kellene. Hát nem minden gyereknek jó, hogy ilyet lát. Azért ezt engedélyeztet, valahol van egy ilyen engedélyeztetési folyamat, és szerintem ott azért ezt így. És azt mondták, hogy oké, akkor egy rothadó koponyába turkáló kéz, ez ilyen 30 méter, 30 méter, ezt ki lehet rakni, csak úgy simán. Hát hogy van ez? Mert én zombi filmre jól televízió vagyok, meg nincs bajom. Hogyha mennek a hirdetések, oda nem kapcsolsz oda, de ez elkerülhetetlen, ezzel az a baj. Ül a gyerek, érted, hátul, jobb oldalon egy kinyéz oldal, és akkor ki... És nem néz ki jól? Nem néz ki jól? Hát ez a célja, nyilván. Ne nézzen ki jól. Ez a célja, de hogy a gyereknek meg mit mondasz, hogy mi az ott?
és soha többet nem alszik. Azért egy két hónapos nyári szünet után bemegy egy kis karostában közé Gizi nénivel, tehát hogy... Majdnem ugyanaz. Jó, hát igen. Gizi néni megsérteni. Vannak Gizi nénik, akik ezt most magukra vették, úgyhogy van, mert Károly nénit kell mondani. Károly nénit. Vilma bácsi. Károly néni. És hol jelentett például ezt? Tehát te, mint állampolgár azt mondod, hogy be akarod jelenteni, hogy ennek a parlakátnak... Tudni már felnyomták. Biztos, te, mint túlvezérelt önkéntes rendőr. Hát nem én nyomtam föl, de ha valaki föl akarja, hova fölhívod a szolgáltatót? Már sötétíts ez le. Én nem vagyok rűd, mert nekem semmi bajom ezzel, meg nekem már azért magas az inger küszöböm, de ez tényleg erős. Elkezded eljátszani. És én tudom, hogy ez egy 7 éves gyerek összetolja magát. És utána az vagy nem marad egyedül a szobájában, mert látott valamit, amit azért itt te se tudsz megmagyarázni. A Scooby-Doo durvább. Nem, mert a Scooby-Doo tudod, miért nem durvább? Na miért? Igen, azt mindig megmagyarázzák. Azért, mert a végén ott mindig kiderül. A virág besírt tőle. Igen. Ott mindig kiderül, hogy a fej nélküli lovas... Ha nézni, igen. Hát de nézze végig. Oda, a fej nélküli lovas, te jó Isten, hogy a fej nélküli lovasban nem fej nélküli a lovas, hanem abban egy ember van, és eljátsza, hogy a fej nélküli lovas. Addig össze-vissza csinálja magát. Na jó, de ha végignézed ezt a 20 percet, akkor ott a megvan a anyánál, az, hogy ez mi? Viki bajba volt, hogy most hogyan magyarázod, egy ilyen rothadó koponya a kezeket belülről. Tessék? Régi dél. Nagyon rég. Ő szép nagymama. Igen. Az utolsó közös családi fotón lesz. nem csak a gyerekek ilyenek, vagy ilyenek, ma a kedvencek temetője kettőt látom hajnalban, rázott a hideg a biciklin. A sötétben pedig 30 vagyok, hát a kedvencek temetője az igen. Ma ne nézzél ilyeneket, én sem nézek, nem bírom. Pláne az egyet, mert a kettő az... Gyengus? Hát az egy, hát egy álmaim voltak tőle. Nagyon sokáig. Miért nézitek ezt? De tényleg mondjátok pont ezért, már. Hogy borzongjunk. Na de nem tudsz aludni. Hát hogy nem tudsz elaludni. Jó, hát nektek se lehet olyan egyszerű, értelik a hajnal kettőkor azt halljátok, nem messze tőletek. Szemüveg. Tudod, hát ez a Gyuri bácsi. Gyuri bácsi kiabálni. Itt vagyok a kertben. Van valaki a kertben. Figyelj, nálom most megint bűntény volt a hétvégén, képzeljétek el, hogy valaki, hát most már tudjuk, hogy egy ilyen alkesz csóresz, összeszedte az összes fürdőruhát, amit kint száradtak. Úgy ott van nálunk. Ez lehet, hogy a pedó volt. Lehet, hogy ugyanaz volt, hogy egy fürdőruha fetisista. Ne, plusz, ugye úgy volt, hogy a Robi, a kábeles, a szomszédom, neki van egy ilyen permetező, ez a kézi, tudod, ez a kicsi 5 literes, amivel... Ő azért Robi a kábeles, mert mindig csőgörényes kell hozzáhívni, mert Robi a kábeles. Jön a csőgörény, intézzük. Nem, ezt a optikai szálat ő húzza. Ja, azt hittem, van, hogy ez egy becenép. Nem, van Willi a nepper, mellettem, ő az autókereskedő, velünk szemben van Willi a kábeles, és én vagyok Feri a rádiós. Willi a kábeles a nádasban. Nem, hát Willi nagyon tisztességes autókereskedő, nem mondj ilyeneket, a Robi a kábeles, ő pedig ezeket az optikai kábeleket húzza, ami optikai kábeleket lopja. Nem, húzza, ami megy az internet. Húzza maga után. Igen, magas feszültségű vezetéket, a célsodrony, kábel és optikai kábel. Úgyhogy azt lopta el először, de aztán letette a másik ház sarkán, mert valószínűleg az túl értelmetlen volt, mert azzal melózni kell. Ugye, tehát a permetező az nem jó, és utána pedig elvitt különböző női és férfi fürdőruhákat is. Nagy a család, vagy az, hogy nem értette. Egy használt fürdőruhát eladni, az én nem egy. Itt kint száradó fürdőruhát, tehát pénzén nem tud tenni. De lehet, hogy illegeti magát bennem. Szabolgatja, persze. Uh-huh. Nem vagyok benne biztos, hogy értékesítés céljából. Igen. Nem, ez túl pasis. Ezt nem gondolom. Na, amit akartam mondani, hogy találjuk már meg a búcsúkban, vásárokban, és lóversenyeken, és mindenféle nagy ilyen rendezvényeken a legnagyobb haszonkulcsal dolgozókat, mert a következő történetet mesélte a Jani, ami tényleg nagyon erős. Aztán te is mondtad, hogy ugye van, ez volt a lóverseny, Jani akart ilyet enni, venni a lányának. Ugye, amit te is meséltél, ez a krumpli chips, ami ugye megvágnak egy darab krumplit, és így széthúzzák az egészet, mint egy ilyen tangó harmonikát. Ezt egyébként én Ausztriában láttam először, beleforgatják forró olajba, és de Ausztriában is egyébként mit tudom, 1 euró körülbelül. És Jani mesélt, hogy most kint volt ugye ezen a lovin,
ugye pénteken ezen a versenyen, vagy rendezvényen, vagy bármit is mondtál, mert nem figyeltem. És mondtál valamit, de nem tudtam teljesen koncentrálni. És egy darab krumpliból megcsinálja az ember úgy ezt a kis széthúzott krumpli chipset, ugye, ahol egy krumpli van széthúzva, mint egy harmonika, hogy 800 forintért adta. Vagyis 30 forintból vette a krumplit? Nem, egy krumpli nincs 30 forint. A nagyon jó minőségű. Igen, egy kiló krumpli. 100 forintért egy kiló krumpli. Egy kiló krumpli, tehát darabja akkor már abban van 10 darab krumpli, tehát akkor darabja 30 forint. És megcsinált belőle 800 forintért forró olajba mártva adta ezt a krumpli chipset. 800-900 forint. Tehát, hogy azért az viszonylag erős. Jó, ilyenkor nyilván mindig tevődik, tehát, hogy ha nem csak az alapanyagot jó, kell nézni, persze, mert az olaj, az áram, a bérleti díj, stb. De azért ez picit szemtelen, ha megnézed a bekerülési költséget. Akkor már 100 forintnál vagyunk. Tehát most miről beszélünk? Egy átlagos köretről. Tehát ami mondjuk a formája miatt érdekes. Ugye egyébként meg sült krumpli. Adjanak már nekünk a tippet a hallgatók, hogy november után mi az a legnagyobb haszonkulccsal, hát nem is tudom, kecsegtető üzletár. Elsősorban a vendéglátásban. Amit ha előállítunk, akkor a legtöbbet keresünk rajta. Tehát hol fognak rajtunk a legtöbbet? Erre vagyok kíváncsi. Amikor te megveszel egy XY dolgot, nem biztos, hogy tudod, hogy valójában mennyi. Például lásd krumpli, nem gondolsz bele. De aztán, amikor ez így leesik, és elmondod, hogy 8-900 forintért egy darab krumplit forró olajban megsütni, több mint szemtelen. Majdnem 3000-et ott hagysz. 3000-et ott hagytok három ilyen krumpli chipsre. Az 3 darab krumpliba került. Halálra nem etted magad. Nem. Jó, hát chipsztél egy kicsit, nem kell flancolni. Nem kell flancolni. Hogy mi ilyen van még, ami gyanítom, a vatacukor is hasonló. Hát ott is két deka vagy két gramm cukrot beleöntesz, ugye azt elkezdi föl. Plusz az aroma. Aha, igen. Aha, hát szerintem a vatacukor nem mehet annyira. Az nem megy annyira? A vatacukrosnak lenni nem. Annyira szerintem már nem biznisz. Az talán még a speciálisan kell valami gyereknap, vagy pedig egy olyan rendezvény, ahol egyébként hát itt a gyerekprogramokat ilyesmi. Hát most ilyen bármikor, tehát az is a hétvége, falunap, fesztivál, azt igen, is csak azt megeszed bárhol. Tehát aha. Egy vattacukorhoz azért hangulat kell, az olyan, mint a törökméz. Törökméz se vegyünk, mézet se. Meg azt ne is csináljuk, mert szerintem az, mert én nem is tudom, hogy azt hogy kell csinálni, de ettől függetlenül valami egyszerű kell. Tehát, hogy egyszerű és sokat fogni rajta, én a palacsintát se kultiválom ebből a szempontból, bár azt mondjuk, hogy nagyon rá. A palacsintában az a 200 forintért legalább van benne valami. Akkor igen, ott a törtelék, akármicsoda, meg ott a kisütés, ugye macera. Anna mondott egy másikat. Volt egy pali, aki ezen a rendezvényen, ami máshol, azt csinálta, hogy vett ilyen húsokat, föltűzte egy ilyen grillre, alá tett egy kenyeret, és rácsöpögtette a húsnak a szaftját a kenyére. Nagyon jó. És de a hús nem adta el. A hús csak nem adta oda. Nem mondta. Odaadta a kenyeret, valami nem is tudom milyen összeget mondott az Anna, hogy a zsírra lecsöpögtette, tehát a zsíros kenyeret, amit megcsinált neked, adta egy rendezvényen, hasonló rendezvényen. Mennyit mondtál, mennyire adta? Hát én azt úgy emlékszem, ez nem most volt, de 700 forint. Nem mondom ki a nevüket, mert pont az a nevük. Oké, de most mindegy igazából. Van rajta minden, iszonyú jól néz ki. Egy nagy karaj kenyeret képzeljtek el, egy ilyen minőségi kenyeret. De gyerekek azért 700 forint. Zsíros kenyér, ahol látod a húsokat, amik gyönyörűek, de az ahhoz nem nyúlsz. Megkapsz egy szelet kenyeret zsírjára átcsöpögtetve egy nagyon pici kis hagymácskával. Van rajta egy pici kis amiket hát olyan, ami sok zsírtereszt, azt odaadod mondjuk 7 vagy 800 forintért. Hogy azért ehhez kell gógyiért kitalálni. Mondok még azért ilyet. Nem lenne pofám ilyet árulni, nincs vele bajom, de ez brutális lehúzás. Limonádé. Ja, limonádé, hát az is hát ilyen. Nekem az kiszokta verni nyáron a biztosítékot. Mi a sok gyümölcs van adjál már 1500 forint fél liter. Van egy rendezvény a várba. A legnagyobb biznisz. Most beszéltem egy Gyuri bácsi nevű törzshallgatónkkal, ő is volt ezen a rendezvényen, anno a várba van, és ott árulják ezen a rendezvényen fél liter 1500, mert van benne 3 szelet citrom, meg belenyom. Ne haragudj. És a menta, így van. Aha. Na és a menta, ja, tudod, hogy milyen friss menta. Ja. És mindenhol egyébként ez a kulszó házi. A legnagyobb lóvia limonádé. Hát gondold el. 3000 forint egy liter. Azért olyan tokai bort veszel, hogy azért az már minőségi. 3000 forint egy liter. Belevágsz két narancsot, egy kis lájmot, beletopsz egy jeget, és eladod 1200-ért. 1500. Eviáni vízből van. Frissen alvasztott gleccserész. A gleccservíz. Igen, még a mamutok is látták. Ah, bizony. Igen. Sőt, van is benne egy szőrszál. Az a mamut. Igen. Hát, szóval azért ez nagyon szemtelen. Annél az picit erős, igen.
Nekem hát, a palacsintára ugyanez a véleményem hát volt. A szigeten a palacsintát tudod csütögeted, meg mit tudom én, egyesével kell, ugye nem nagy dolog a palacsintasütés, én is szoktam tudom, hát, a gyerekek mint százat lesült. De mennyibe hát, kerül igen, fel? Igen. De ott, ha de jó az a legvább meló, meg ott állsz, igen. Meg jó a lekvár. Tehát én azt, ami 200 forintért nem érzem erős, de nem érzem annyira erősnek. Itt volt egy ismerősöm a szigeten, aki árult szintén kaját, és mondta, hogy a lángososnál állt a legnagyobb sor, és kint a szigeten most a lángos volt valami 900, vagy 1000, vagy valamilyen. Hát, igen. Tehát azért a nagyon erő úgy, hogy mennyi krumpli van benne körülbelül. Tehát a tésztájában, hogy nyilván is a szigeten vagy, persze, tehát nem szabad összesen, de színházba mész, drágább az ásvány. Moziba mész, nem a Tesco-s árakon kapod meg a fél literes ásvány. Tehát tudom, csak meg akarom találni a legnagyobb bizniszt ebben. Van jó, meg rossz lángos. Valamit nyissunk novembertől. A lángosba olyan nagyon drága dolgokat nem tudsz belerakni, amitől az, tudod, feltulingol a dárban. Tehát hogy ott arra nehéz hivatkozni, hogy jó, de perui liszt. Cheddar sajtos. Ráadásul az a sajt megy rá, amit ilyen zacskóba megkapsz 3 kilót 200 forintért, tudod, ilyen tejipari melléktermék. Oké, de azon mennyit fogsz? Hát az is mennyiből készül? Két darab krumpli van benne körülbelül, nem? Hülyeskedj, rengeteget. Tehát akkor egy ilyen zsíros, kenyeres, sajtos. Rakjuk össze, legyen meg a portfólió fánkos. Minifánk, minifánk. És hát a krumpli chips. A krumpli chipsnél még mindig nem hallottam durvábbat. Egy szem krumpli 800 forintért. Az brutál. Akkor csináljuk azt, hogy te sütöd a krumpli chipset, Feri palacsintában utazik, tehát hogy ez teljesen egyetlen, én meg lángos, és így egybe. Hárman. Ez a... Ja, és limonádé? Szóljasak lesznek az emberek. De mi nem csináljuk ezt meg a saját kitelepülésünkön? Mi olyan amatőrök vagyunk egyébként, de tényleg. Olyan hülyék vagyunk. Egy csomó pénzt le tudnánk szedni a hallgatókról. Egy jó kis busz megcsinálnánk, fölmatricázni. És mi időt, mindezőt helyszínére. És jól elsózunk mindent. Házában a kamionban, és 1300-ért adjátok. Jól elsózunk mindent, és akkor a limonádé biznisz is megy, mert megdög lesz annyira szomjas, leszel az első falat után. Ilyen jó, tényleg. Na, ezt kell csinálni. Meg vagyunk. Hát november után meg vagyunk. Nagyon jó. Krumpli chips, lángos, palacsinta, limonádé. Ennyi. Viszontlátásra. Ki akar itt rádiózni? Szevasztok! Szevasztok! Tulajdonképpen igen. Egy éve történt Balcsi lángos sima, 1000 sajtos tejfölös, 1500. Az nagyon szemtelen. Az nagyon szemtelen. Azt mondja, hogy Szigetszent Miklós, igen, ez közlekedik, Szigetszent Miklós csepe járhatatlan minden út beállt közben, köszönjük szépen. Csokoládéba, mártott alma, hurkapálcán, de árat is írjatok, hogy az mennyi volt. A vattacukról nagy üzlet. Az igaz. Csörögefánk tésztában rózsaforma, ami nem tudom, 5 dekánál, és 500 magyar pénzbe kerül zalakarosan. Jó. Ezt Marcipán küldte nekünk. Hát a jég, itt írja egy hallgató, gyerekek, a benzinkutas jég. Tudod, a bejárat mellett találsz egy hűtőládát, 3-5 kilós csomagolás. Aranyárba. Egyébként meg nyilván megveszed, meg kell. Igen. Tehát, hogy nyáron nem tudsz annyit hűteni, de ott is, az nem tudom hány száz forint egy ilyen zacskónyi jég, ami víz. Meg hát nyilván van a fagyasztási költség, de hogy az jó. Jó, de kézzel darabolták lecserből. Balatonon vattacukor maffia van, írja egy hallgató, hogy mire alapozza, azt nem tudom. Iszonyat pénz van, mert egyébként szerintem is a vattacukor sokkal nagyobb. Vattacukor maffia. A jégkása a másik, amin óriási nagyot lehet keresni. Balatonvilágos, 2 darab bundás kenyér, 700 forint. Hogy? 2 darab bundás kenyér, 700 forint. Nagyjából egyébként rá is lehet. Sült gesztenye, 4 darab, 1200. Na, de jó, meg, az mindig. Igen, de talán rá. Arra lehet fogni, hogy a gesztenye mégiscsak azért most nem minden fán terem. Igen, igen, ez igazi ausztriai vadgesztenye. Ez nem csak egy átlagos, nem olyan alföldi. Nem ám egy sima kis alföldi gesztenye. A jégkása 2000 forint, 200 ml színező, és egy adaghoz 4 milliliter kell. Atya úristen. Igen, a jégkása 2000 forint, 200 milliliter színező. Tehát, hogy annyit veszel, ugye 2000 forintért 200 millilitert, és egy adaghoz teszel 4 millilitert. Úristen. És azt adod mondjuk 800-ért vagy 1000-ért. Balatonfüred 0 feles ásványvizet 20. Azt még egyébként tudom, hogy most 150-ért megkapod a tetyóba, de hogy nem is annyira. Nem is annyira szemtelen. Jó, hát a Forma 1-et azt ne írjátok, az egy másik univerzum. Az egy másik univerzum. Ott az a hülye, aki eszik 2 hotdogot 7000-ért. Hülye vagy, hogy nem csomagoltál magadnak szendvicset? Nem lehet bevinni, nagy tévedés van. Megeszed előtte, ott a bejáratnál. Hát igen, és egész nap azzal kihúzod. Igen, nem lehet. Nem lehet bevinni, megnézzük még a hátizsákot is. Támaszkodjon a falakon kezével! Lábak a cél! Pinező! Hátul igen, nem lehet bevinni, ott rögtön van a konténer, dobják bele.
Még van egy másik, a sokan írják, hallgatok, Csillám Tetko írják, 250 forint a beszerzés jár, 2200-500 forintért matricázzák fel, aki bacitrázott fel a kislányokat. Olyat még nem ettem. 250 egyébként drágán vettem. Csillám Tetkót még nem ettem. És a vattacukor maffia, az tényleg létezik? Én szerintem biztos le van osztva. És a maffia háborút náluk hogy néz ki? Nem hallottál még a Csopaki és az almádi vattacukor maffia leszámolásáról? Nem, én a csörege fánkosokkal való nagyon durva összetűzésről hallottam. Véres mészállásban torkolott az egész. Nagyon durva. Nagyon durva leszámolás volt Almádiban, amikor átjöttek az alsó őrségek, és leszámoltak az Almádiban. Éter aromába ölték bele. Igen, teretnyerő, igen. Belelőtték az éter aromába. Volt a cukormafiában. Borreliózi kristálycukorban találták meg 3 köbméterben. De igaz egyébként, mert fél bögre, vagy bocsánat, két decis pohárnak a fele kristálycukor, ennyi a vattacukor. A többi az aroma. Hát az aroma. Fonyód főtt kukorica 850 forint, nagyon szemtelen fonyód. Főtt kukorica 850 forint. Balatonszont 3 hambi 7200. Biztos kézműves volt. Vagyúból. Főtt kukoricát lopják, tehát ingyen van, ami 450 forint. Itt nekünk majd köszönjük. Jó, de meg kell főzni, érted, az a sok víz. Az forrásvíz. Most jön a gesztenye szezon, igen, 10 deka. 10 deka 800 forint. Egyébként 300-ért veszem kilóját. Az azt jelenti, hogy 300-ért veszed kilóját, 10-nek a 80 forint, akkor 800 forint, akkor 8000-ért adsz el egy kilót, és 300-ért veszed meg a kilóját a gesztenyének. Kemény. Jó van, gyerekek, van jövőnk. Nem kell. És kitálunk majd ilyen kis csütögetővel. Igen, ilyen kis házzal, tudod. Szigeten 4 darab szilva félbevágva, 900. Milyen okos, hogy félbevágja? Milyen okos, hogy félbevágja? Meglátszik, persze. De jó, hogy látszik, hogy nincsen benne mag. Imagozza félbevágva, egyből érte 8 darab szilvában. Ez most nagyon menő, sétáló gyümölcs, sétáló sajtál, sétáló akármicsod, és akkor raksz rá 8 deka valamit. Jó, hát vannak ezek a ilyen kis gyümölcs csomagok különböző gyors éttermekben, az is azért megvan, nem? Ez brutál. Hát vagy ilyen pálinkás rendezvényeken. 2 cent. Jó, de hát mindenki részeg, azt sem tudják, miért fizet. Nem is látom benne. Meg mennyi. Azt írja valaki, hogy kakasos nyalók a bizniszben utazik, nagyon-nagyon nagy pénz, egyébként senki nem gondolna, 1200 simán elmegy, amúgy egyébként egy sima hagyományos volt a 200-300 forint. Egy kakasos nyalókát 1200-ért adsz, hát azt megnézem azt a hülyét, aki megveszi. Hát, szerintem nem, szerintem nem tűnik olyan nagy biznisznek. Tehát, hogy így... Hát a 2-300-ért megveszed, és 1200-ért eladod. Hát, de a gyerekkoromban sem volt annyira menő kakasos nyalóka. És a kakasos nyalókások, meg a szivárványos nyalókások, akkor volt, hogy összevesztek, mert nem ilyen egymással. A mézes kalácsosokkal. Várom Balatonfüreden nevet kézműves hamburgert a Borhéten 4000 forintért. De ott az a hülye, aki megveszi. De éhes vagy, meg fölkelti az érdeklődésedet. Hát most na, mit tudhat 4000-ért ez a hamburger? Mit tudhat? Igen. Most láttam az András jutott, hogy nyílt egy ilyen Jackie Bolt, nem mondom, más is lehet kapni. Egy nagyon márkás, ilyen puffy Jackie jellegű dolog, 450 000. Hogy? Egy puffy Jackie? Egy kabát, igen, de hogy egy ilyen sima, egyszerűen kis farmerhez felvehető, tehát nem egy izé, nem tudom, milyen komoly kabát. Mondjuk ez már nagyon szélsőséges kulináris élvezet. Jó, nem tudtam magamba tartani. Tehát, hogyha te megveszel egy kézműves hamburgert 4000-ért, azért ott be kell állnod a sorba, realizáltod 4000, ott ezt megveszed. Szóval, hogy... Megmagyarázzák, mert... Még kézműves, az összes hamburger kézzel készül. Meg kell fizetni. Jó van, Lajos, de hétek is drága. Ütös kalács ugyanez. Azért egy átlag egyszerű bodegában, ahol nagyon jól csinálják, remek helyek vannak a városban, megkapod fillérekért relatíve. Hát nyilván van egy kicsi, de hát a ilyen rendezvényeken mennyibe kerül az is. Ugye a jékás a szirup dobozára rá van érve, hogy a gyermek idegrendszerében, figyelmében és fejlődésében zavart okozhat. Még jó, hogy ők a célközönség. Jani küldte nekünk. Titani koktél sima ásványvíz jéggel, 3 deci 1000 forint. Létező dolog. Titani. Megveszel egy pohár éges vizet. 1000 forint. Én az üdítőknél is, bocsánat, ez a nagy trükk. Fél litert veszel, és tele van jéggel. Persze, hát persze, tele rakják, igen. Igen, igen. Pécsen adventi vásár 6 szem gesztenye 1000 forint szintén. Na jó, de az megint ott karácsony előtt, érted, kinyitod a szívedet, a lelkedet és a pénztárcádat, hagyd szaladjon. A spirál sült krumpli vidéki rendezvényeken csak 500. Tehát az egész humános. Az egyébként egy egészen humános. Hát mert vidéken körbe röhögnek. Spirál, de nagyon jó spirál sült krumpli. Ah, nagyon szeretem a nevét, spirál sült krumpli. Meg ott nem gépet csinálok, én a nagymama, hogy bíbelődik vele. Kis kézzel. Hosszus rohadt életben, hogy miért nem más. Sósvízes orcsepp 1600 forint 20 milli, patikai soldata 100 forint 100 milli. Ez nagyon jogos. Ez nagyon jogos. Ugyanazt tudja. De abszolút.
persze. Ez tényleg így van. Tehát megveszed, van ugye, ebben nagyon sokan használják, marha jó, mert egyébként nem okoz függőséget, meg tényleg jót tesz az orrnak egyébként, és megveszed a márkásat, az előre palackozat, miközben egyébként meg bemész bármilyen gyógyszertárba, és ugyanazt, dettó ugyanazt megveheted. Nagyságrendekkel olcsóbbért. De hát... Hozhattunk volna Horvátországból egy izét, egy ilyen... Aha, nagy kasza, egy marmokannával. Nagy kasza még a célövel, de 1200 forint, 500 darab töltény. Azt adok. Ott 200 forint, egy lövés a búcsúba, ráadásul a rossz puskákkal, tehát 100 000 forintot kaszál egy doboz töltényen, amit megvesz, hát igen, 1200 forintért. 500 darab töltény. És 200-ért lősz egyet. Úgy csoda, hogy kapsz egy macit. És meg vagy vezetve, mert azt gondolt, hogy egy lövésért kaptam egy macit, egész jó bizniszt csináltam. Nem? Beáztatott hurkapálca, nehogy lelőd elsőre. Ne, van ilyen. Nem. Főzik előtte a hurkapálcát, ezt én is hallottam, hogy lepatta róla a golyó. Igen, beáztatod vízbe, és ugye nem tud eltörni a pálca, tehát ha el is találod, akkor legalább még kétszer ugyanott el kell találni. Igen, én ezt már gyerekkoromban hallottam, de ezt akkor se hittem el. RPG-vel kell megküldeni ahhoz, hogy eltörj. És most képzeld el, hogy amit keresel a célövődésen, az beleforgatod a vattacukor bizniszedbe, abból pedig kakasos nyalókákat feszed. Kakasos nyalókát, és csinálsz krumplicsit. Dinnyeleves, 2 deci görög dinnyelé, 1004 érette meg valaki. Erős picit leturmixolod a dinnyet. Jó, ez rafkós. Tetszik ez a fajta leleményesség, csak ne nekem kell megvenni. Nem? De azért a kávé, arra se tértünk még ki, a kávé. Jó, hát az Feri is elmondta, hogy az a vendéglátó sok nagy biznisze. Azt ők bevallottan mondják, hogy az kellemeset a hasznossa. Jó alapanyagot meg kell fizetni. Már 800 forintért, 600 érted, és 30 a bekerülési költség. Tudod te mennyi egy kávégép? Hát na mire az visszahozza az árát? Tudom, ennél világít is, meg minden, persze. Beszél. Jó, beszél. A lényeg, hogy érted, a doboz legyen Ferrari, és azt látja. Persze. Azt látják a kedves vendégek, hogy aztán abban mi van, érted? Na jó, gyere, Áki, mondd el a híreket, aztán jövünk a játékkal. Jó, ha valaki játszana mit mond órát, akkor telefonáljon nekünk, vagy írjon SMS-t. Mi pedig jövünk Ákos híre után. 8 perc van, pontosan 8 óra. Nagy dugó van mindenhol. Egyrészt most már tényleg kitört az iskola, és hát esik is az eső, úgyhogy sokan inkább autóval indulnak, ahelyett, hogy tömegközlekedéssel indulnának, és ez ugye hát meg is ölte a fővárost, meg hát rengeteg minden más is. Nagyon jó egyébként, füldugó a Forma 1-en 10 000 még. Ja. Az jön még azért. Mondjuk, aki megy, de füldugót, ez az is megérdemel. Tehát ez picit talán erős. Egyes számú főút updától áll a sor. Győr irányába szép napot. Gábor küldte nekünk. Köszönjük szépen. M5-ös Ócsa után Pest felé áll megint. Aztán majd a nagykörös is állni fog, és sosem érek be a munkahelyembe. Tragédia. 2 éve minden áldott nap. De miért áll Ócsa után az M5-ös? És a nagykörösi után. A nagykörösi után már gondolom, hogy beérsz ugye a fővárosba, és ott valami felújítás volt, azt hiszem, hogy a sávelzárásos, elhúzásos az M5-ösön befelé, de nem tudom pontosan. Hát aztán a főváros megfogja, ugyanaz most írt a Béka is, 7-12-kor már állta, az ugye most már majdnem egy órája volt, az M1-M7 bevezető. Úgyhogy nem tudtak elég korán indulni. De ilyenkor tényleg miért veszik elő az emberek az autójukat, azok, akik egyébként nem használják, hogy nehogy kiszúrják a szemüket esernyővel? Városon belül? Hát figyelj, kényelmesebb ilyenkor esőben, azért nem állsz ott szívesen a megállóban. Lefröcskölnek, vizes lesz el. De tudod, hogy ilyen araszolás lesz a vége. Igen, minden egyes alkalommal ugyanez van, hogy beáll a város. Igen, igen. Na, ha van friss közlekedésétek, küldjetek, mi a helyzet az M1-M7-esen például. Jó, meddig áll, hol áll? Mi van most? De minden más is jöhet természetesen. Itt van az M1-M7 bevezetőjénél araszolás, az M7-esen már Budapest felé. Roland, köszi, hogy elküldted. Leányfalútól Budapest felé off a 11-es fiút, de a műsor jó. Ez Dani küldte nekünk. Csak egy fél mondat. Meg is volt. És akkor most játszunk. Visszafelé beszélünk. Lészhebére faszír. Hotájálat, életeszívből nem aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjellánk, mi me? Aki válaszol... Na mondd, mit akartál? 4 szó. Már csak kettő van. Belki Krisztináról szeretem volna egy fél mondatot mondani. Egyrészt nyilván gratulálunk neki, a tornásznak természetesen, nem a média sztárnak, jó, Cézárnak. Média szar.
Ja, Isten, ez ki az a Freud. Na, szóval, hogy elemet neveztek el Belki Krisztiánról, és tényleg szívből gratulálok hozzá, menjetek fel a Facebook oldalára, és ott meg lehet nézni egészen pontosan, hogy miről van szó, és hát tényleg szurkolunk neki, hogy Tokióban lesz majd ő bemutathassa, mert sajnos most nem nagyon sikerült neki, és hát egy fantasztikusan szimpatikus sportemberről van szó, és tényleg érdemes megnézni, hogy ez az ember ez. Csak hogy csinálok egy berkit. Aha, csinálsz egy berkit, nem olyan egyszerű. Hát gondolom, hogy nekem nem fog már menni. Nem olyan egyszerű, hogy gyúrunk rajta, akkor a következő életünkben talán sikerülni fog. Mi lett a gyakorlat neve? Berki elem. Berki elem. Most biztos meglepődött, de Berki elem. Azt hiszem, fantáziadúsabbak azért. Ezek a tornász Krisztián. Tornász névadok, mi tudom én, hát valamit találjanak ki, hát Berki elem. Első hiszem, hogy végre Magyarországról írhatok nektek, mert Szabin vagyok, úgyhogy közlöm a rendőrpalotánál Szóresz van Gabesz. Köszönjük szépen. A Berkinek meg gratulálunk, tényleg nagy dolog. Csodálatos sportember, meg emberileg is egyébként nagyon szimpatikus srácról van szó. Menjetek fel a Facebook oldalára, nézzétek meg, tényleg ezt a kis videót felrakott, és ráadásul be van lassítva. Tehát, hogy hát, ha valaki akarja tanulni. Cirka 300 ezeren nézték meg egyébként, ami nem rossz. Akartok gyakorolni, akkor ezzel érdemes kezdeni. Ezt sokáig fogják még szerintem gyakorolni ezt a dolgot, sokan tartós elem lesz. Halló, jó reggelt, itt vagyunk. Halló, sziasztok, Laci vagyok. Csáó, Laci. Mi van veled, amiért nem beszéltünk? Én nem tudom, mi van hetek óta nőkkel, de csak pasi játékosaink vannak. Ja? Tehát egyszerűen nem akarnak velünk mostanában nők játszani, tele vagyunk férfi játékosokkal, de ez persze nem baj. Merre vagy, Laci? Jelenleg 60-ban vagyok, sofőrködöm. És egyébként te is Horton laksz. Igen, mert a reggeli játékosok nem, én is hallottam. Mit szállítasz? Mirelitárút szállítok. Vetésről Mirelitár út. Oké. Okay. Na figyelj, de válasz egyet, nem mondom el, mi van, mert minden van. Hétfő van, tehát teljes a paletta. Mit szeretnék kitalálni? Legyen az állat. Állat? Jó, legyen az állat. Na, ha nem nehéz, persze. Hát kinek, mi indítjuk az órát, figyelj, fél perc. Így szól az állat, már mutatom is neked. Sindorokinu. Ó! Jól hangzik. Micsoda? Mutatom még egyszer. Sindorokinu. De ez hülyeség. Hát egy. Ja. Jó, hát te nem létezik. Hát nem létező állat, de... Mítikus élőlény. Mítikus élőlény, igen. Shinrokinu. Olyan, mint a japán vasat. Siess, lejár az idő. Shinrokinu. Mutáns ló. Nem mondjuk már meg! Mit? Hát, semmit. Hát ne segítsünk. Hát miért, de mi segítettünk? Hallottad? Hát segítettünk. Shinrokinu. Unikornis, Shinrokinu. Shinrokinu, hát az unikornis. Tényleg. Az unikornis. Aha. Na mindegy. Akkor jó. Ez egy szomorú játék volt, most én sem szomorú. Most minden egy picit kedvetlenné vált. Most elkedvelem, tehát nehéz volt. Hát hallgassuk meg egy adésszámot, és öljük meg magunkat. Picit. Annyira, nem, de... Hát, tudod, mi az unikornis, tehát hogy ez így meg. Nyilván, persze. Persze, így van. A kis egyszarú, de egyszarú. Olyan szépen mondta, hogy Shinrokinu, hát ez vissza, kinut visszafordítod, onnan már megvan az uni, és akkor így, vagy az uni. Hát igen. Oké, okay, hát ez nem ment. A gyerek szerint, Lacikám, legközelebb, ha még lesz legközelebb. Jó? Jó, oké. Köszi! Ne haragudj ezért ránk. Ciao, szia! Hello. 2 perc, pontosan 8 óra vannak, közlekedési híreitek, küldjetek el nekünk, ne legyetek restek, mi pedig jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 8 óra után 12 perccel itt vagyunk. Aj, Istenem, gyerekek. Na jó, a vajas kifli. Nagyon finom, igen. Fincsi. Nagyon jó. Köszönjük Perecnek. Meg Annának. Igen, szóval ez Perec hozta a kifli, de... Picit olyan. Rajtunk keresztül Annához vezetett. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy... Perec szerintem ráhajtott a kis tanára. Volna minden reggel, érted, a Árpád hídi metró lejárónál, hogy véletlenül összefuss az Annával. Na, hát nyilván van egy kis... Nagyon kevés kalácsot fektetett ebbe a sztoribe. Igen. 30 kilót. De köszönjük tényleg nagyon. Nagyon finom. És te hidd el, nem éri meg. De hogy nem tartsunk ki sokáig a szerelem, mert addig nekünk is van kalácsunk. Ez egy ilyen plátói. Hallom, indul nem sokára egy újabb barcelonás drukkolós gólörömös játékunk. Most hallottam a propót. Az nagyon erős, sikerült, emlékezetes volt. Az jó volt. Igen.
két munkanélküli rendőr gyártott egy szomorú nagymamát. Lehet egy szomorú nagymama, igen. Ott, azt hiszem, hogy nem tanácsolták el őket, hanem valami, mit tudom, valami megfedést kaptak, vagy valami ilyesmi történt. Nem nagyon értjük, hogy miért, mert hogy szerintünk a testületek a jó hírét keltették azzal, hogy, hogy kiderült, hogy jó fejek. Nem csak igen, azért, hogy kívánok jogosítványt forgalmi. Tehát nem ez a vonal volt, hanem kifejezetten jó arcok voltak. Hát mindegy, reméljük, hogy lesznek. Biztos vagyok benne, hogy lesznek. Lesznek mind gyöngyszemek. Én nagyon hiszek ebben a játékban. Bizonyám, majd mondjuk pontosan a részleteket, hogy hogy mind lehet jelentkezni, meg mikor indul egészen, egészen pontosan, úgyhogy kapunk egy-két visszahívást, akkor mondjuk. Így van. Az M0-áson az M5 felé 3 kilométerre, a harmadik kilométerén egy pótkerék az úton, vigyázzatok. Lóri, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Aztán a 60-iak ma nagyon toppon vannak, remélem a hármas ugrás nem 60-i játsza, mert jaj, mi lenne abból? A net 60-ból. Egyébként tényleg kikapott a játékos a fekete-fehérben, uh-huh. Majd elvérzett a mikrofonórában. Úgyhogy 60-iak kimélyenek. Ja, nem? Oda már nem mehetünk őszi településre. Még egy 60-i elbukik. M3-as bevezető, M0-as lehajtójának Budapest felől az M0-as Fóti lehajtójáig teljesen beállt. Fót, Újpest, Fóti úton 1 óra 25 perc. Ezt Joe Papa küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán M7-es Budapest felé már az M0-ástól torlódik, araszolva megy a sor. De jó Isten, a nullásig ér már az M1-M7 bevezetőjének a száma. Uh-huh. Úgyhogy ott is vigyázom, mindenki budaörsi bevásárló központnál van a sor vége az M1-M7-es, nem még jó, hogy Fehérvára megyek. Csizi, elküldte nekünk, aki a másik irányba megy. Igen. Hívjátok fel a figyelmet az esőre és a nappali menetfény teljesen rossz egyvelegére az autópályán. A sok barek csapja már föl a villanyt. Az összes hülyének üzenem az M6-oson. Sok sikert. Ez a nappali menetfény az ugye azért gáz, mert az csak elől világít. Ez most már új autókon, modern autókon így van, és te azt látod, hogy világítasz az autóval, tehát működik a világításod. Igen, nem, de hátul olyankor nincs fény, csak szólok, hogy ezt olyan szépen csattintanak telibe hátulról, hogy öröm lesz nézni. Uh-huh. Ezt nem tudom, ki volt az, aki ezt kitalálta. Hogy úgy kapcsolt fel a villanyt, hogy elővilágít. Hátul meg nem. Hülyeség. Nem? Hát most már azért nagyon sok autón úgy van, hogyha automatára teszed ugye a világítást, akkor az egy állandó fényt ad. Az automatára teszed, az azért nem jó, mert az azt csinálja, hogy ha világos van, akkor nem világít. Nem az de az van automata? Egy, igen, de van egy állandó fény. Van egy állandó, de van az egy ilyen diszkófény, hogy csak elővilágítasz. És hátul nem. És hátul nem világít. Ilyen nem is maga a reflektor, vagy hát a fényszóród világít, hanem alatta van általában leccsik, vagy mit tudom én mi, és az marha jól néz ki. Tudod? És a tulajdonos az felkapcsolja, de olyankor hátul még neked nincs lámpád. Tehát hátulról te pont nem látszol egy ilyen maszatos latyak időben. Hát ez nagyon jó. Tessék fölkapcsolni rendesen. Hogy erre miért nem gondolt? Igen, az a hülye tervező. Az az ember, aki kitalálta ezt, Sebastian Daylight. A Sebastian családból. Amiért a híres Sebastian. Sebastian családból, igen. Ja, csak hogy mondom, ha már torlódások, ha már dugók, ha már idegeskedés, ha már hírik, szeptember 11-én a hétvégén Wizz Air félmaraton lesz a városban, 31. alkalommal rendezik meg vasárnap, tehát jó, előre szólunk mindenkinek, aki esetleg nem akar, hogy... Ott fogsz futkározni össze-vissza, mi? Én itt trolgáltok, hogy nem kint a zöldben, na. Miért itt kebent, nem? Én nem szok egy szót sem, mert hétvégén futottam. Na tényleg, milyen volt Hóskároly? Jó! Gyerekek élvezték? A gyerekekkel mi vasárnap futottunk Velencén, az így ilyen jótékonysági futás volt, elvittem a két aprót, mondom, hogy gyerekek, egy kilométeres oda csapunk, megmutatjuk Velencének, az nagyon vicces volt, jó volt. Én este mentem, vagy jöttem be a városba, és akkor ilyen Kóskároly sétány volt lezárva, csak miattunk, tehát hogy mi nem az egész város zártuk le, mint egyesek, érted? Akkor is, de nagyon jó futottam? Volt. Egy tízes csak. Tízecskét? Tízecskét, és jó, tök jó volt, tök sötét a Városligetbe, kiugró homeleszek. Egy-két szatír. Gyertek, fussatok erre! Nem, jó, sokan voltak, jó volt. Aha, jó volt. Nem szurkolt senki pöccsel. Pedig ott a Városligetben is mindig van egy kettő azért, aki. Mindig. Aki úgy érzi, hogy meg kell szabadulnia a ruhájától. Igen, azt hiszem, hogy közben jöttem még valami friss. Érről Budapest felé a Török-Bálinti lehajtó miatt torlódik, aztán azért Budaörsig egészen el lehet jól jutni. Az eső és sok hülye miatt állt be minden út. Mézi ennyire egyszerűen látja. Uh-huh. A mereggelt az eső és sok hülye. Kettő a Váci felhajtótól szintén áll. Toncsika küldte nekünk, és hát tulajdonképpen ennyi. Na, egy nagyon érdekes híre bukantunk.
És ezt szeretném megosztani veletek, mert én erről nem tudtam, hogy ez az iparág működik, de ma többféle dologban kiokosítottuk magunkat a hallgatók által. Krumpli chips és a másik chips 800 pedig... forintért, mekkora biznisz egyébként. Jó az. Mert egy darab krumpliból ugye eladsz 800-ért egy krumpli chipset. Tombol itthon az anyatej biznisz. Az anyatej biznisz, ami arról szól, hogy 2500 forint litere az illegálisan beszerezhető tejciknek, és elindult a harc a konditermek között, hogy kik tudják kiszolgálni az ő vevőiket, nem kevesszesz a két hírt, tehát hogy a gyúrosok meg az anyatejet. Az anyatejet az azt veszi, akinek ugye sajnálatos módon nem indult meg a teje, vagy nem akar, nem tud szoptatni, ezért a gyerekének veszem. Uh-huh. Mit keres itt a konditerem? Illetve a fetisisztát. Vagy pedig ez egy szűkebb szegmens, de annál izgalmasabb. Azt isszák a konditerek. Azt isszák a konditeremben, és a konditerek ugye hát versengenek azért, hogy ki tudják szolgálni az egyre növekvő igényeket. Egy pohár anyatejben nagyjából 170 kalória van, 20-szorosa annyit, amennyit mondjuk egy pohár tehéntej tartalmaz, és rengetegen isznak egyébként, sőt egyre többen a konditeremben anyatejet, azért, hogy hát megfelelő izomnövekedés álljon be. Mindig tudtam, hogy itt nagyobb, és akkor úgy van, ki van téve fehérjeség, energiaszelet, anyatej. Igen, igen. Kérsz két. Hát ez ilyen. Kérsz két séket, meg egy asztalt. Köszönjük. Jaj. Jaj. Kérlek egy séket és egy asztalt. Jaj. Na, szóval, hogy... És vannak az old school-ok, meg vannak, van az old school, igen. Vannak a naturálok, és a naturálok azok konkrétan ölbe vannak véve. Azok csecsből az gyomják. Az előtérben. Mondjuk így, nyomjuk. De azért ez életveszély. Hát azért te nem tudod valójában, hogy egy feketén beszerzett anyatejjel te mit iszol meg. Uh-huh. Mert amikor az anyuka is anyatejet ad, akkor egy csomó vizsgálaton, ha jól tudom, át kell esnie. Tehát ha hivatalosan leadod a tejed. Igen. Tehát aha, megnéznek egy csomó mindent, hogy bőrgyógyászat, meg hívtesz, meg szóval rengeteg mindenen át kell menned ahhoz, hogy te adhassál, mert ugye hát a babáknak azért nagyon nem mindegy, hogy mit isznak meg. Hát a babáknak nem. De most, ha ezek ilyen feketén lefejt tejek, igen, akkor te megiszod úgy más emlőváladékát a konditeremben, hogy egyébként nem is tudod, hogy az kitől van és honnan jött. Biztos, valaki ott egy ilyen konyaruhával kifacsarja a mellét, vagy egy ilyen tejszívóval, és úgy, hát összeszedi a fölösséget. És én nem tudod, hogy van-e higítva, nincs-e higítva, hogy az honnan jött, hogy az kitél van. Profi konditere, megbeszéltem azért, ez egy ellenőrzött forrásból származik. Tehát de nem adhatod, de igazából nem adhatnád szerintem. Milyen tanúsítvány? Honnan szerzett a tanúsítvány? A konditermes nem adja a tejet, tehát ez a kondizó fölmegy a netre, rákeres, hogy fekete anyatej. Mert a baba is úgy kapja, hogy megnézik. Ráadásul pasztőrizálják. Tehát itt, de valószínű, akkor ezekben a konditermekben nyers, frissen fejt, meleg anyatejet iszol meg, mikor kijössz az edzésről. Jó, hát jó, atya úr. Ha zacskos kokszat toltak, akkor majd biztos egy kis anyatejtől fognak megriadni. A lényeg az, hogy nőjön a bickó. Egyáltalán, hogy lesz ez legális? Tehát van anyuka, akinek hivatalos tejforgalmazó papírja van, aki adhat anyatejet, hát és van, aki feketén árul a lépcsőházban, kirak egy limonádét, két pici anyatejet, meg mit a friss házi nápolyt. Tehát, hogy tudod te ezt árulni? Hát jó, fiam, kéz alatt adod a tejedet? Téged is megkínált a szobszédéni pitével. Nem értettem, hogy hát majdnem ugyanaz. Érdekelt, zavart, hogy mi van benne. Na, de azért egy almás pité, az nem a testéből jön. A fele se tudja. Fele se tudja, mi van. Balázskám, ebbe a pitébe mindenem benne van. Leginkább a műfogam, mert nem találom azóta. Na jó, oké, de hogy egy almás pitét, ha megsüt, maximum mit a koszos a keze. Benne van egy kis köröm, csőr, haj. Csőr, köröm, haj, aha, és minden más. Tehát azért ott is megeszel érdekességeket. Hétvégén voltam egy... Istenem, ha egy gyűrűm szegény uram, ha látna, hova a büdös falatba rakta. Na mindegy, legyen már Balázsék, már nagyon várják a szívás lepény. Jaj, megint leesett a hüvelykújjamról a körmöm. Ja, mindegy, most már. Balázséknak jó lett. A apa az a csúnya. Már tényleg megint úgy nézek ki, mint egy jakúza. Erőteszem, ilyen borzalmas élmény volt hétvégén. Voltam Nem, voltam egy buliba, ugye szombat este a barátomnak a 10. házassági évfordulát ünnepeltük. És francia salátát ettem, és valakinek megtaláltam benne a rágóját. Nem, mondd már. De egy francia salátában, amikor így megérkeztem. És még a barátom mellettem levezette, hogy szinte ez a balhatosan gyökérkezett, balhatosan mellőjött, mert megült egy ilyen vágott üregben. És nem fölrakta oda, utána elkezdte enni a francia salátát, de hogy én ezt a tálból szedtem. De biztos, hogy rágó volt?
nehezen tudom összekeverni másra. Is tud. Na mindegy, ne tereljük el. Szóval, jó, hogy okay. Hogy van ez? Hogy konditermek anyatejet vásárolnak. Írjon nekünk, aki ivott már, vett már, forgalmazott, adott konditeremben dolgozik, fogyaszt esetleg, megissza a feleségét, mert gyúr, tényleg valaki ez elkezd. Ez 50-es kort nem adja kinyin, öcsi. Meginnád más nőemlő váladékát? Nem. Meg hát. Dehogy így, nem áll. Meg így főleg, hogy nem tudod, hogy mi az. Én rákerestem most a hirdetésekre. No. Elég sokat kellett nézelődni, tehát több oldalt ellapozni a Google-ban. Itt van például anyatej eladó, fagyasztott állapotban, steril patikai üvegben. Havonta egyszer megyünk Gödöllő és Budapest keresztül. Tessék, teljesen legálisan forgalmazzák. De miért nem? Nem legális. Én ebben nem vagyok biztos. Tegyünk rendet az anyatej bizniszben. Azért, mert ő azt mondja, hogy steril üvegben van. De hát honnan tudod, hogy az anyában egyébként mi van még az anyatej? Kérdez egy hallgató, van-e őstermelő igazolványa? Például. Én szerintem nem adhatod. Nem adhatod. Hát csak de. De nem, hát ez kevés ahhoz. Ahhoz, hogy te legálissá tedd, be kell igen. Vinni, amit a Balázs mondott, be kell vinni a tejgyűjtő állomásra. Honnan tudjuk, hogy nem viszik be? Ahol leszűrik, mert onnan meg nem hozhatod ki. Tehát azt ők adják el, ő megveszi tőled anyát, mint anya. De nem lehet, hogy onnan származik pult alól? Ne, ők nem pult aloloznak, mert kevés egyébként is az anyatej. Csak ugye, amíg mondjuk az anyatejgyűjtő állomás ad érte 1000 forintot, nem tudom mennyit ad, addig a gyúrosat 2500-öt. Hát, na, azért akkor, az ott... Hú, az nem is rossz. Csak többet keresel. Akkor szerintem rakjuk be a krumpli chips, a vattacukor. És onnan szerezzük az alapanyagot. Meg a jégkása mellé. Oké, és ez hogy néz ki? Tehát te kijössz a konditeremből, tudod, hogy pult alól adják egyébként titokban az anyatejet, fél liter, és bedöntesz 3 deci idegen emlő váladékot? Igen. Hallod, nincs mesélőt sem, mert érted, hogy a gyúrsz, akkor komolyan gyúrsz. 15 percen belül be kell vinni ezt a fehérjét, meg a plusz cuccukat ahhoz, hogy érted, akkor nyitva. De nem jó a rizspor, vagy nem jó a rizsfehérje, vagy bármi. Tehát, hogy ez a barna rizsfehérje már nem elég? Hát szerintem nem. Többet tud az mondom, anyatej. Azért, érted, ha tisztességes csúkját fel akarsz építeni, úgyhogy akkor... Oda kell. Akkor azért érted. Még mi is megittuk. Tehát csak mondom egyébként, mert a Viki hozott be annak idején. Külön kérésre. Igen, egy picit kóstoltatok persze. És ott én ezt nem tudom, hogy mennyire volt ellenőrzött forrás. Most bocs, érted, de hát nálatok azért járkálnak, kellnek, mint mindenféle munkások állandó. Valad minden, érted. Tudtuk, hogy a tiéd azt félredettük, átcímkéztük, abba más tettünk, de úgy itt, mint kacsarnok ennyit, úgy itt. Úgy, hogy ez Laci tej. Mit kaphatsz a rossz anya tejtől? Betegséget kaphatsz? Hát nagyon sok minden persze. Az anyában van valami, fertőzést, kiderül, hogy van-e higítva, nincs higítva, mivel ütötték fel, fel van nagy ügy. Érted? Hát minden egy normális konditeremben van egy mikró. Azért érted? Nem egy fertőtlenítés, hogy megmikrózod. Hát dehogy nem. Itt van egy hallgatom. Felforraltatod. Hát vagy pedig érted, vagy pedig ott te magad a rezson felforralod. Sterilizálod az anyatejet a konditeremben? Azt ennyi. Érted. Van egy hallgatónk. Halló, jó reggel. Sziasztok, jó reggelt! Szia! Hello! Anyatej adóként jelentkezel? Igen, igen, én hivatásos anyatej adó vagyok. Mennyit kérsz érte? Nem így működik. Ja. A hivatásos út az a... Ú, de rosszul hallunk, tudsz egy picit hangosabb, majd egy közelebb valahogy? Megpróbálok, csak éppen a dugóban ülök. Ja. A hivatásos út az az, hogy te jelzed az a védőnőnek, hogy szeretnél, illetve tudsz anyatejet adni. Ő elvégzi a papírmunkát, te pedig részt kell különböző kötelező vizsgálatokon. Ezek a vizsgálatok igazából nem sokkal többek vagy tágabbak, mint a terhesség végi vizsgálatok. Igazából tüdőröntgennel, még egy vérvétellel egészül ki a dolog. Innentől, amikor te papíron is egészséges vagy, akkor adhatsz anyatejet. Az anyatejet gyűjtő állomás napi 800 ml tejet fogad be. Ez azért elég kemény munka, ez egy 2-3 fejés legalább naponta pluszban, hogyha a gyereked még szopizik is rendesen. Úgyhogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ez legalább egy 2-3 órás munka egy nap. Amennyit elraksz pluszba, tehát ennyi marad meg? Tehát... Ez a tejmennyiség pluszban elrakva, ez egy napi 2-3 órás munka, és hogyha kiközvetítik a tejedet, akkor 1800 forintot kapsz érte literenként. Uh-huh. Ez egy adómentes jövedelem tulajdonképpen, teljesen tiszta, teljesen legális. Aki kapja az anyatejet, őt pedig... szintén a jelzi a védőnő, illetve a gyerekorvos, hogy nincs elég anyatej, szüksége van pótlásra, fölírják neki receptre, és akkor ő pedig ingyen megkapja. Sajnos a védőnők azok, hát szeretik a papírmunkát elkerülni,
ezért vannak különböző alapítványok is, akiken keresztül lehet anyatejet kérni, illetve adni. Ez szintén legális. De ellenőrzött körülmények között. Aha, tehát nem csak úgy, hogy pult alól. És te konditermeket felkerestél már? Vagy kerestek fel konditermek, hogy vigyél a tejet konditeremben? Nem, csörögtek. Meg a masz kis Pest. Van testépítő ismerősöm, de nem került szóba ilyen téma közöttünk. Igazából a fekete, illetve az illegális anyatej adásvétele az a nagyon nagy probléma, hogy aki veszi a tejet, baromi sok pénzt fizet érte, ugye itt is mondtátok, hogy 2500 forint literenként, és nem tudja, hogy mit kap. Hát ez az, hogy mi van benne. Meg, igen, az, hogy mi van benne, az nem teljesen állandó, azért az változik az anyatejnek az összetétele. Én most nem arra gondoltam, hanem, hogy milyen baktériumfertőzés, szifilis, AIDS. Lehet, hogy nem sterilen fejt az adó, lehet, hogy nem sterilen tárolt, lehet, hogy a 6-8 órán túl tartott a hűtőszekrényben, és csak utána fagyasztotta le. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok probléma lehet vele. A másik, ami nekem még nagyon fura, hogy a felolvasztott anyatejnek van egy kicsit ilyen szappanos, furcsa ízeszaga. Hát nekem az nem szimpatikus, tehát nem tudom, hogy... Hát ez gyúros bármiszik tesz, persze. Igen, a belga csokival, vagy eredeti vaníliával elfedik az ízét, ahogy szokta. Jaj. Figyelj, és olyan volt egyébként, hogy amióta egyébként, nem tudom, egy vagy több gyermeked van, de hogy... Mennyi? Egy gyermeked van, hogy azóta nehéz a szemkontaktust teremteni a gyúros ismerősöddel? Hogy csak vágyakozva megy. Vágyakozva tekint és félreértetően. És folyamatosan egy pohárral a kezébe járkál, hogy na csak egy kicsit, na csak egy kicsit. És hogy odaszalod a gyerekhez és letörli a fél csordulat cseppeket a száj. Ez nagyon betegnek kellene, hogy megidd azt a konditeremben, nem? Tehát én értem, hogy minden be kell vetni a növekedés érdekében, de azért ez picit erős, hogy feketén vásárolsz magadnak anyatejet, és akkor döntöd be, mert tele van fehérjével. Jó, és mekkora a pici egyébként? Mit mondtál? Most már 3 éves. Most 3 éves, de már nem szopizik? De még igen. 3 évesen? Aha. Igen. Kutatások bizonyítják, hogyha a gyerekre rá van bízva, hogy ő mikor választja el magát, az valamikor 2,5 és 7 éves korosodott. Na jó, nem mondjuk azért, hogy az 5-7, 6-7 éves, az természetes. Tényleg, ne, persze. De az ivarérettségnek nagyjából a feléig, a csontfogak megjelenése környékén. Istike, fogadnál ezt a ballagás ajándékot, mert jövő, te már iskolás vagy, és most gyere cicire, ne hagyjuk már, ne mász. És mennyi idős a kicsi? 16 éves, és indul már IFBB junior versenyeken is. Mi volt foci edzésem? Rúgtam 2 gólt. Akkor gyere a mamához! Ma mind a 2 cicit megkapott. Igen. Cicit fura gólőröm a gyerekkel. Nem tudok még olyanról, aki 16 évesen szopizott volna. A 16 évesen nem, de már én a Toncsinál hallottam ezt, az 5-6 évesen a gyerek szopizik, és akkor így... Nézd, ez tetszett is a dolog, meg féltem is tőle egyszerűen. Picit ott az anyuka ragaszkodik még. Ez egy intim dolog. Igazából a gyerekem az anyukára tartozik. Nagyon sok ismerősnek, lehet, hogy a ti ismerőseiteknek is a gyerekeim még szopiznak, csak ez nem nyilvános info. Persze, meg hát 3 évesen még ezen nincs baj, az 5-6-7 ott az már szerintem talán egy picit nem. Szerintem ott anyuka nem akarja elengedni a gyereket. Inkább ez így benne. Azt tudom mondani a saját példámról, hogy én kergethetem a gyereket lobogó mellett, hogyha ő nem akar szopizni, akkor nem fog. Na, ez... Én vizuális típus vagyok. Nekem ez így megvan. Nekem ezzel nincs bajom. És bármikor cserélnék a gyerekkel. Hadd legyek egy kicsit én a gyerek. Engem előbb-utóbb-utól tudnál élni. Ezt így látok maga is, meg tudom. Na jó, van, szóval a konditermek akkor nem kerestek. Jó van, Kriszta. Terveztek másodikat egyébként? Hát az első is nehezen jött össze, úgyhogy szerintem ő egyke marad. Egyke marad? Igen, mert pont mondom, ilyen 3 évesen szokták azt gondolni, hogy most már túl vagyunk a nehezén, akkor jöhet a második. Olyan szülnék, vagy 20-at is. Na, hát arra kíváncsi vagyok, hogy reméljük, hogy így van. Mi drukkolunk, hogy így legyen. Egy tesó az mindig. Tesó az mindig jó. Kriszta, köszi, hogy elmondtad. Köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. Hello, hello. Na. Tényleg egy gyúros azért jelentkezem, mert most tessék kerménynek lenni, bevállalni. Jó, hogy ki mit tesz meg a növekedés érdekében. Mivel viszed be az anyagot? Ti, amikor elkezdtek edzeni, mivel riogattak benneteket, mit mondtak, milyen legendákat hallottatok, hogy mivel lehet. Amikor először elmész egy konditerembe, akkor jönnek a nagy ötletek, hogy mit, mivel kell enni, szedni, szúrni.
És nem arra gondolok, hogy konkrétan az, aki tényleg félrevonul a sarokba és tűvel szúrja a combját, csak milyen legendákat hallottatok, hogy mit egyetek, mit igyatok azért, hogy, hogy nagyok legyetek. Hát ezek megvannak az ilyen gyúrótermi legendák, hogy a kezdőket mivel ijeszgetik, és mit mondanak nekik, hogy ha ezt teszed, azt teszed, akkor nagyon sokat fogsz nőni. Általában a valóság alapja semmi nincs. Igen, annyi összed lesz, mint Berki Krisztián. Akkor inkább ugye Póki. Igen, ma mi 8 órába szopizunk a munkahelyen, pedig 44 vagyok. Ugyan már Bali, Jani hány éves, és mindig szopizik, ha engedik, hát, nem? Jani, Bali. Csak most egy nagyobb méretű fürdőlepedővel kellett akarni, hogy kultúráltat tudjuk megoldani nagy nyilvánosságot. Egy vizes lepedőbe csavarnak a szauna mellett egy gőzőt. Mindig meglepődnek, amikor a Móni lehúzza rólam azt a fürdőlepedőt. Mikor csak a fejed látszik, és egy cumi van a szádban, akkor úgy nézek, mint Bud Spencer, amikor befeküdt a gyerek ágyba. Ez megoldható. Kicsit felsírt. Körszakán picit fura rajta, de rányos gyerek. Nagyon kívánja. Nagyon szívesen megy csecse, nem tudunk vele mit csinálni. Hány éves? 48, de hát mit tudunk vele tenni. Hozzá már mit bámulsz gyöke. Milyen fejlett ez a kis gyerek? Hogy elküldött a fenébe? Hogy artikulál? Ja, így a kis pici. Az anyáltad, de harapszol. Fél kilenc múlt pontosan. 4 perccel Ákos mondja a friss híreket, aztán jövünk vissza bár. 3:49 múlt pontosan 2 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, hát baromi lehanguló ez az idő, szóval, az. Hogy hát nem találok szavakat, próbálok magamhoz térni, meg tartani a lelket magamban, mennetek mindenki, de nem, szóval, hogy ezt kikérem magam. Hát az képest nem is rossz, hogy nem találsz szavakat, és most elolva legalább 10-et. Igen, de hogy így nagyon nagy erőfeszítésekbe kerül, hogy felhúzzam magam arra a szintre, ilyen idő van, mert ez egyszerűen szörnyen nyomasztó. Délután már nagyon jó idő lesz, azt mondta nekünk Ákos, akinek egyébként csak mondom, hogy viszonylag nagy mennyiségű frissen fejt anyatej. Ó, tényleg a díler, gyerekek! Hát itt van egy díler. Hozd már be holnap egy liter, arccal a 35-ös kar felé. Mi volt ez a dal? Enrique Iglesias. Egy még elnézést kérünk, mert ő nem tud. Igen, mi megtesszük helyette. Baleset a 11-es úton Pest irányában az Akvinkumi vasúti híd alatt, a sor vége Budakalászó, Robi. Budapest irányában az M5-ös autópálya elesett, gyáli kihajtónál 4 kilométeres a torlódás. Zozó küldte nekünk. 11-es út is szintén elesett, igen, ezt az előbb mondtam. Vége van, tehát hatalmas dugó. M0-ás beáll Dunaharasztinál az M1 felé, valamint az Üllői út, Könyves Kálmán körút kereszteződésében nem működnek a lámpák. Ezt Zoli küldte nekünk, köszönjük szépen. Egy kérdésem, ez csak, hogy mit tolnak a gyúrósok, illetve milyen legendák vannak, hogy ki mitől nőtt, vagy mit mondtak neki gyerekkorában, vagy amikor gyúrni kezdett. A teremben 200 natur betol két kanál zsírt, mondván ezzel tömegelnek. Aha. A duma jó, mi ezzel tömegelünk. Fiúk, annól, mikor kezdtem az edzést, az volt a menő, hogy 2 tojás belősz 2 deci tejbe, és azt kell megint az edzés után, undorító íze volt. Ezt Boti küldte nekünk. Húsipari lisztet nyomnak nagyon sokan. Húsipari liszt a legjobb. 2 tojás, kakópor, tömbösít nagyon. Egy hónap alatt tiszta 15 kiló. Tömbösít. Hát ez a tömegnövelő. Nem, ez a tömegnövelő időszak, és aztán majd erre szépen majd rádoz leszálkásítanak, amikor formai időzítés van. Ők vastagodni szeretnének azért. A menő gyúros pasik Music FM-et hallgatnak, úgyhogy ne várjátok, hogy küldjenek. Jó vagy. Küldjenek neked, nektek SMS-t, igen. Azt nézem, a húsipari liszt, és akkor attól hízol egyébként? Tehát te toltad? Vagy azért ismered? Dehogy is én. Sőt, úgy nézek, mint aki bármit is tolt valaha. A 165 centibe. Aha, marhára. Vagy a 165 centibe is voltak, azért nagyon nagy alakja a testépítésnek. Ott volt például Marka Platz, Mr. Láb, aki irgalmatlan jól nézett ki. De a lába legalább is igen, nevéből. Egy combja volt olyan, mint nekem az egész testem. Az olyan mezőgazdaságban dolgozom, az egyik kondis ismerősöm arra kért, hogy hozzak már neki disznótápot. Jaj, már. Mert ha a disznó nő, akkor ő is valószínűleg attól nőni fog, és ettől hamarabb nőnének az izmai, disznótápot tolt. Nem miközben, miközben disznó nő, csak a koca. Aha. Hát de ő meg be akarta tolni, hogy nőjön. Hát most érted. Ki tudja, hogy... A börtönös SMS-ek igazak vajon? Hogy... Aj, biztos, aha, azt el tudom képzelni. Persze, a bikatejjel. Máshogy potolják a fehérjét. Igen, a bikatej. Igen, a... igen. Az eredeti mozzarella, gyerekek, az bivajtejből készül. De igen. Igen. A börtönös történetek szerint nem igazak. Ott az nem kamu mozzarella, az bivajtejes mozzarella a börtönben. Ha értitek, mire gondol? Nekem a haverom odajött egyszer a teremben, a kondi teremben, és azt mondta, mióta szedi a centrum tablettát, ami vitamin 3 centit nőtt a karja. Jó, de jó. Plusz a béres csepp. Édesapám munkatársa kondizolt, rendszeresen jött hozzánk, hogy felvásárolja a maradék bébi tápszeremet.
Hát, abba is benne lehet. Nyilván. Végül is. Ugye igen. Azt azért csináltak, hogy ahol nincs tej, akkor hasonló adottságú valamivel pótold. Hát annak idején azért még nem voltak nagyon, nagyon ennyire komplex, meg ennyire profi táplálékkiegészítők, mint most, úgyhogy a Sport Robi mellé ezek így befértek. Bőven ezek a baby tápszerek, egy Robi meg ilyenek, azokat azért tolták elég rendesen, és akkor felütötték még egy tíz tojással, ezt visszalátásra. Igen, nem a tejhez kapcsolódik, egy másik hallgató, de volt ismerősöm a konditeremen, aki növekedési hormon tolt, és a magas tesztoszteron szín miatt terhes nők vizeletéből előállított injekciót kellett beadnia magának, mert abban meg az ösztrogén volt magas, és kellett neki, hogy jó legyen az érték. Uh-huh. Azért ez is elég beteg. Hát ezért van az, mert az, hogy a 80-as évek testépítőjének egy része már ilyen, hogyha ilyen mogyoronyi nagyságú herével rendelkezik, gyakorlatilag 20 centire nem lát el, hogy nem él. 1990-ben általános iskolás koromban azt éreztették, hogy a paprika maggal kened a melled, akkor meg fog nőni. Nem próbáltam ki, viszont azóta kicsi emelt. Na hát ezért. Ha megtekented volna, akkor... Lehet, hogy nőtt volna, igen. Én első edzésemen összefutottam egy iszonyúan kigyúrt, de végtelenségig egyszerű sráccal, aki a háztartási kekszre esküdött, és azt mondta, hogy ő minden nap megevett bőle fél kilót, azért néz így ki. Kiderült fél után, hogy a srác, ha ránéz a súlyra, akkor is fejlődik, tehát iszonyatos genetikával rendelkezett, én meg ettem marék számra a kekszet. Nyilván itt sem írt, ezt Dani küldte nekünk. Háztartási keksz? Hát abban nincs túl sok minden. Nem. Abban nincs túl sok minden. Igen. Na jó van, köszönjük. Köszönjük szépen az SMS-eket. Hát ennyit a virágzó tejbizniszről. Csak óvatosan azért a feketén vásárolt. Tehát csak tiszta forrás, ha mellből jön közvetlenül, igen. Akkor rámehetsz, de... Igen. Sokan írják még a babatápot, hogy nekik az működött egyébként, hogy azt tették. Illetve volt egy barátom, aki a nejem placentáját akarta elkérni, mert ez nagyon egészséges, ő is gyúrt, és azt akarta megenni. Uh-huh. Ja. Hát, sokan nem repülhettek rá. Hát tele van mindenfélevel a placenta egyébként. Hát, jó, hát csak tudod, hogy mi? Ugye? Milyen köretet ajánlod hozzá, Feri? Én kóstoltam placentát már. Igen? Igen. Semmi, de nem szoksz rá, mert de tudod, hogy miből van. De akartak eladni pacolnak? Nem, tudtuk, hogy az. Igen, mi volt? Egy kis velő. Igen. Itt vanunk, Krisztián. Halló, Krisztián, jó reggel, ciao. Jó reggelt, kívánok. Hello, te tejet adsz el? Nem. Nekem egy ismerős mondta, hogy hogyan lehet nagyon izom növekedéshez hozzájutni. Tehát amikor a marha megelli először a borját, és a legelső tej, ami megjön, az nagyon nagy teli van zsírja a fejével, nagy növekedés. Azt kell elkapni? Lehet tülekedés. Igen. Józsi, menj meg! Százanyomok fettén vagyok az eset. Takarodja, menj! Azt mondod, annyi jongolják? Belegugolok 300-ba, takarodj, menj neki! Kis boca mellett. És akkor azt viszik, vagy azt akarják megszerezni, tényleg? Igen. De nagyon nehéz hozzájutni. Hát ugye az első kör. Hát meg nem is azt, hanem ott van egy rakás agronomus, meg tehenész, érted? Akkor ezek a megküzdeni. Mennyi az ára? Tudsz árat mondani? Hát egy ilyen 250, hát ugye amikor már megvan, hogy hívják hova, tehát ez pasztizában vagy port formájában már előállították, ez olyan 250 gram körül van, 300 euró körül van. Atya úristen! Azt de nagyon nagy növekedés, tehát ez teli van sok vitaminna fehérjére, tehát ez logikus. Jó, persze, nyilván van valóság alapja a dolognak, csak keménynek kell lenni. Ezért olyan cingerok mostanában bocik, mert a testépítők elviszik. Az első tejet. Elviszik az előtejet, igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszi, hello. Hello. Na, azt mondja, hogy mutatjuk a beugrót, jó, ha játszanátok hármas ugrást, akkor ezt kell kitálni, figyeljetek. Hello. Jó. Oh, húzz le a felénél, hát ez tökéletes. Mutatjuk még egyszer, jó? Na, hát ezt nem nézz, írjátok meg nekünk, jó? Hogy mit kellett, hogy mit hallottunk, kettő darab dacim, vagy pedig előadó, vagy egy dacim, egy előadó, ha szeretnétek hármas ugrást játszani. 5 perc van, 9 óra, jövünk a hírek. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello, jó reggelt. Hát így erre szép időben.
Így elrepült ez a ma reggelben a csodálatos időben, hihetetlen szakad az eső, de hát még egyelőre csak úgy az ő csak úgy kóstolgat bennünket, mert jön még vissza a nyár, ezt hallottuk, úgyhogy nem lesz itt semmi baj. Jobb, mintha a záróizmok szakadna? Hogy? Igen. Ugye, hogy én, látod? Igen. És ebben a pillanatban mindenki elkezdett örülni a jó időnek. Minden relatív egyébként, tényleg. Tehát tudok mindennél rosszabbat mondani, ugye? És akkor azonnal átalakul. Ott van például a fék is. Hát a fék. Az akkor vészfék. Az vészfék. Ha az szakad, akkor ott vészfék. Vészfékezés van. Azt mondja, hogy baleset történt az Árpád hídon Pest felé, a Szentlélek tér után nem közlekedik az egyes villamos, te jó Isten. Mi történt a Budafoki utcerémi út körül, a Rákóczi út felé, Budafokig áll a sor? Szerintem semmi, hétfő eső és iskola. Nagyjából ennyi. Tahitótfalú, Budapest, Helsinki út 2 óra. Jézus Atya úristen, Dani írta nekünk, ennyi idő alatt tudta megtenni. Aztán azt nézem, hogy... Mi megy hamarabb, kinyitni egy esernyőt, vagy elindítani egy autót? Ha van esernyőd, akkor az, de ha nincs? Ja, az is igaz. És ugye arra gondolsz, hogy sok most az esős vezető? Tehát azért van ekkora zugó, mert hogy eső van? Persze. Mert akkor ez ilyen kényelmetlen, meg kellemetlen, meg tényleg. De miért most, ha jó időben indult volna az iskola, kevesebben lennének valószínűleg? Szerintem igen. Igen? Nem tudom. Mi is most tapasztaljuk ezt az agglomerációba való bejutást. Szeretné még a gyerek így 2 nap után? Várta? Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy nem mondta, hogy a részéről ennyi, akkor most ezt a bajnál, ha lehet. Viszonylag traumamentesen vészeljük át ezeket a napokat. Inkább szereti. A nagymama. Barátok vannak, jól érzi magát, úgyhogy tulajdonképpen meg vagyunk. Mástem. Lecke van már? Nincs. Olvasnak már valami? Hát mondtam, hogy most egyébként egy bevezetés a kvázárokba, azt hiszem ez van ma. Tehát, hogy igen, a vörös és fekete. Igen, vörös és fekete, illetve az evolúció zsákutca, mondtam, hogy ezek az órák. Belenézem az órarendjébe, ezeket tanulják. De délután egy kis színusz-koszínusz, de azt hiszem, az már nem nagyon szigorú, csak levezetés jelleges. Tehát, hogy nem. Ha van hozzá kedvű. Hagyj egy. Ne senki a gyakorlatból. Az orgona oktatás mellett. Igen. Picit ura volt, hogy tegnap megkérdezte, hogy még hány napot kell aludni, hogy másodikos legyen. Mondom, ennyire azért ne rohanjunk menni. Szóval, hogy én értem, hogy nagyon haladnál, meg hogy imádod az iskolát, de a gyerek már másodikos szeretne. 360-at be. Hamar átugrottuk az elsőt, de azért ennyire ne siessünk. Úgyhogy ő már elvileg ezt számolja. Öcsi sajt. Na de... Én akkor mindig körbenézek, hogy ez... Kinek szólad, mi? Áll valaki álltam mögött? Haverkaraj. Havercsótány. Figyelj! Valamelyik nap az eszembe jutottál, ugyanis... Mit láttál? Nem, mert kim voltunk gyerekes, sétáltunk, sütöttünk, napfagylatot nyaltunk, és arra gondoltam, hogy remélem dolgozom. Láttál egyszer egy Arnold Schwarzenegger és egy Osho fotót egyszer, és azt mondtad, hogy ez csak... Jézusom! És azt mondtad, ez csak baj, lehet a kettő ötvözete, nem lehet más. Nem. Tegnap néztük a másnaposok kettőt, és Lady Boyok is voltak benne, és arra gondoltam, hogy te tudsz, mint én. És ne vicce. Ha ott vagy és kifizetted, akkor már ne kezdre, ne kérdezz. Figyelj, azt akartam mondani, hogy valahol olvastam, vagy hallottam, az is egy kedves nejem mondta Kinél? Nekem, hogy valamelyik közterületen ki vannak rakva zongorák most a városban. És bárki oda megy. Így van? Aha. Miért mondta Lisztverenc? Egy van, mert ott a zeneakadémia. Nem festő volt? Ja? ez lehet az oka. Igen? Hogy nagyon szép fehérre festettek vannak régiek, és van egy, az is szintén régi, de van egy Stanway kitéve, ami ugye a zongorák királynője, és oda tényleg oda lehet ülni. És egy csomó turista jön, hát a legtöbbet a Boci-Boci Tarkát hallottuk, tehát hogy nagyon sokan ezzel a művel próbálnak indulni, de egyébként meg tök tehetséges zongoristák vannak, akik így megy a turista, letesz egy kis táskáját, lejátszik valamit, és megy tovább. Tök jó ötlet, hogy végre életet adnak a térnek. Nagyon jó. Agyaltunk rajta marhára, hogy hova járjon el, meg kihez gyakorolni Balázs, mert ugye meg szeretne tanulni zongorázni. Igen, is több mindent szeretnénk. Igen, ott a legjobb, leülsz, oda a zeneakadémia, valaki kijön a zeneakadémiába, tök halló, tanár úr! Oda ki, mondja már valamit, mutasson már valamit. Valami fikcsit, valami trükköt, valami egyszerűbb. Hát milyen nyomi lenne, oda ülnék most? Tehát én nem akarok, nem tudok semmit játszani még. Hát de azért, mit most szeretnél megtanulni? Hát a legjobb helyen vagy. Hát mi? Ott van, oda kimész, szívom magamban. Zongorázol, zongorázgatsz, aztán hátha. Egyébként, mert mi most itt, jó, persze Feri valamennyire azért zenész, de hát itt teljesen más szegmensében mozgolódik a zenei életnek. Tulajdonos, az a biztos. Lehet, hogy mi ezt a dolgot benéztük, és te tényleg tehetséges vagy. Ez ki fog derülni, ahogy lesz időm.
Hát nagyon sok, nagyon sok terve van. A fújós. A fújósban kevésbé volt, de hát ott a triolában felért a csúcsra, tehát hogy onnan már hova? Így tovább. Meg szerintem nincs is triolaszak egyébként a Zeneakadémián. Menjünk a Havasihoz, az nem jó? Na, hát én valami szolid zongoratonárt akarok, nem akarok ilyen nagy sztárokhoz járni. Hanem valójában valaki ez, aki tényleg... Nem bátom, hogy valami kedvele. Hát egy normális zongoratanár, tehát hogy így halkszavú visszafogott, és 30-as és központi fűtésvonal a kártya. Igen, egy kis kardigánban rajta, egy kis nagyon kis visszafogott kis szoknya. És nádpálcával veri a kezed. Nagyon szigorú, nagyon keveset beszél, nagyon halkszavú, viszont nem mered nem gyakorolni a leckét, amit feladt. És egy elsárgult Kodály Zoltán képfont kirakolta a falha, és semmi extra. Igen, kávészakban benne, amikor belépsz, és nagyon cigarettezik. És nem ver. Hát egy kicsit arra azért vágy. Azt én megoldom. Meg ezért része igazából nem is értek az életének. Hagyjuk a magánéletemet, így lesz. Tehát ha ettől lesz nyugisabb, így van. Na mi újság a tesztünkkel? A melyikkel? A szexteszttel? A szexteszttel elkezdted? Figyeljetek, hát azon, hogy beszéltünk róla, azóta megőrült a net egyrészt, de szerencsére a béka az ez még nem jutott el, offenzívát kezdtem, azt mondtam, hogy nem megyek ajtóstul a házba, ugye az volt a hír, hogy egy brit házaspár van. Ajtóstul, te már tokot is kifordítottad. De azt még régebben, az más, hogy azt csinálták, hogy egy éven keresztül hatodik haszakad, bármi van, minden nap szexelnek. Így van, hogy rendbe jön a házasság, meg hogy egyébként is milyen hatása ennek a dolognak, és meglepő módon. Általában működik. Nagyon jól működik a dolog. És akkor én így elkezdtem gondolkodni péntek este, hogy már kezdjünk-e bele a hétvégén, de akkor még bulik voltak minden, és összeraktam szépen a dolgot. Igen, mint a szexünk. És összeraktam a dolgot, hogy hogyan fogom majd hát bevezetni az ügyet. Tálalni? Hétfőtől, azaz a mai naptól kezdve minden egyes nap szexeljünk a békával. Ja, azt hittem, hogy a technikai részét raktad össze. Behúzom a hajánál fogva. Még nem hagyja magát a némber. És tegnap este letettük a gyerekeket, jó korán lefeküdtek, kifáradtak, még egy kicsit tettünk, vettünk, és ágyba bújtunk, és akkor így ezt fektettem a vállamra a kis fejét, és elkezdtem mondani, hogy hát béka, tudod, hogy ó, édesem, mondta, hello. Mondta neki, hogy Tíz évre elmegy belőlem a vállamnak. Hát pont, hogy 15 éve még bejött Feri, de nem, pont, hogy meg kell ágyazni a dolognak, nem lehet csak úgy. Hallod, Béka Lecső, ez nem egy best of koncert. Nincs itt akkora lendület. És akkor elkezdtem mondani, hogy ugyan minden rendben van, és tényleg tök jó, de hogy lenne egy ilyen kísérlet, hogy fogjunk bele, annyira jó lenne, Béka, hogy ez biztos még szebbé tenne minket, hogy az a terv, hogy minden, és akkor kicsim, elaludt. Már amikor vázoltad. Akkor még bele se kezdtem a dologba. Jó messziről indítottad. Hogy most már minden nap szex legyen, érted, és kész. Tehát nem tudtam elővezetni. De annyit sem mondott, hogy csinálj, mit akarsz, én alszom. És ugye oldalt fordult, és itt vagyok, drágám, csak hagyj békén. És reggel megkérdezte, hogy volt valami este? Helyts, kelts föl, hogyha vége van. Igen, mondjuk ettől miért álltál le? Tehát, Alszol. Mert nem nekem szex. Tehát nem úgy, hogy nekem szex, hanem mindkettőnknek, érted? Behúzod a singulát a falra, egy alkalom meg volt. Tényleg az így jön a falon? Mindenképp, hogy meddig jutottatok? De föltegyek egy ilyen nem, mert tetted fel, mi számoljuk. Tehát, hogy ez egy tudományos kísérlet, hogy meddig megy való évület. Azt, hogy csávasztod egy évig, ment persze. De most ezt megnézzük, hogy valóban lehet-e csinálni. Igen, hogy ez valójában működik, és ha igen, meddig működik. De hát, hogy egy este után mondjátok, hogy vége lehet, hogy öt estéig jutok. Aha. Tehát akkor ez nulla? Most akkor nullának számít. Hát még nem indult el. Hát be akartam vezetni a dolgot. Ez érted, ez még csak a... Hát még nem tudtad ezt elmondani. Nem, elaludt. Mi legyen, valami serkentőt bele kell keverni. Nem, az lesz, hogy ma korábban kezdünk bele. Aha. Jó, hogy legalább ma meglegyen. Vagy ma legyen már első szex is, tehát bevezetem és hát rögtön szex. Hát vezess be, és igen, indítsatok el. Hát jó, egy idő, már nincs novemberig, érted? Az nyomjátok, érted? Igen, november 12-ig. Mi van az első? Nem tudjuk megúni, nem tudjuk megérteni, még nem álltunk le, de vége kell, hogy legyen a kísérletnek. Hát el kell mondani a hallgatóknak, hogy jó, nem, sajnos nem tudtunk megállni. Nem jó, akkor ma van az első. Tehát minél gyorsabban kezdesz. Ma van az első. Már. Kezdjétek, már patakizit a lefekvés után viszonylag nehéz a vagy hát igen. Nagyon esetlen, nem is várt meg, úgyis idő lesz. Ma nincs mese, egyedül igen. Fekszetek. És na akkor gyerekek, minden... akkor fekvés, hogy fognak nézni a gyerekek? Gyertes Somány. Tehát apa, még csak 7:30. Akkor a iskola?
Tessék elmenni, tessék elmenni. Az eső, nem tudnak itt játszani, aludjanak. Jó, jó. Biztos, hogy aludt egyébként? Tehát nem, az ember arra is gyanakodhat, hogy ez valami kamu alvás. Nem tudod, kaptad rajta, hogy így nézett, így gyorsan becsukta a szemét. Tehát hallott a műsort, és tudta, hogy mit akarsz mondani, és azért egy ilyen kis műhorkolás, kis műalvás, befordulok, és nagyon látványosan szuszogok. Tehát, hogy tegyél egy gyufát ilyenkor a lábúja közé, gyújtsd meg, nézd meg, hogy mennyi időt reagál. Tehát azért ne hagyd magad egy ilyen műalvással megvezetni. Nézd meg, hogy valójában azt arra gondoltam, hogy odaadom a bankkártyámat vásárol. Itt van egy kicsit. Csak itt a ház. Esünk túl rajta most. Jó, szóval azért azt nézd meg tényleg. Jó, akkor ma elkezdtem. Tehát egy ébrenléti teszt, és utána bele a közepébe. Csináljátok azt, és meg koppantok a lábai a háta mögött a falon. Igen. Felmenj Gyertyába. Mit csinálsz? Hallottam a rádióban, hogy szolgáld ki magad, édesem. Jó, oké, akkor kezd el a tesztet, és jó, akkor nézzük meg. Jó, ma is akkor minden nap kell. Mi csináljuk a tesztet egyébként? Mi ketten? Nem is értem. Nekem nincs ezzel bajom. Miért nem jössz át, és nézzük meg, hogy működik. Gyere már rád, nézzük meg, hogy ez valójában meddig tart. Na, akkor beugrok egy drogérbe, mert nem lesz elég. Hozzá mindent, ami kell, aztán. Jobb anyag kell. Hozzá mindent, aztán meglátjuk. Na jó, van, szóval tudományos teszt. Jó. Drága hallgatók, jövő héten indul a gól örömjátékunk. Úgyhogy tessék készülni mondjuk majd a részleteket. Most még itt többen kérdezitek, hogy most lesz-e, mert hogy halljátok a promót. Ez még csak a felvezető promó. Jövő héten dől majd el, hogy kijön velünk Barcelonába. Így van. Ha tudunk menni. A Morning Show stábjával. A Lukámba. Ákos lehet, hogy másképp mondja. Így. És a Núkámon kívül még elmehetünk a Barca stadionjába. Szóval jövő héten lesz a gólöröm, a gólöröm játék. Jó, addig gyúrjatok, készüljetek, edzetek, és aztán mondom minden majd, hogy lehet jelentkezni. Na, játszunk egyet? Persze, tudjuk. Játszunk egyet, már itt is van egy hallgatom. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Halló, halló! Szia, Mizu! Jó reggelt! Szép jó reggelt! Sziasztok! Barni vagy... Ja, igen, Barni. Igen. Hello. Elvesztettük az összes női hallgatót. Én nem tudom, mi van a nőkkel. Anna! Most meggyűlölted a csajokat, vagy mi van? Nem jelentkeznek egyszerűen. Egyébként elmondom nektek, hogy két gyönyörű hölgyel dolgozok együtt. Anna kérte, hogy valamelyikük játszom, de hát be vannak tojva. Tényleg? Ilyen kis gyávák? Az nem jó ennyi idősen, fiatal. Nagyon kis gyávák. Hát igen, igen. De mitől félnek? Hát figyelj, nem tudom, a szerepléstől. Azt mondom, hogy megérem. De most azért ott maradtak neked segíteni? Itt vannak, figyelj, mind a kettőnek Google, telefonok, úgyhogy... Ez kár volt elárulni, mondjuk, de... Hát akkor viszont gyorsan fogunk válaszokat adni majd, igen. Milyenek a kérdések? Milyenek a kérdések? Hát, szerintem ilyen nagyon standard. Standard? Akkor megállunk. Jó. Most? Persze, megállunk. Így szól az első kérdés. Melyik városban rendezik a következő nyári olimpiát? Hát ez... Hát, ne vicceljetek már. Következő nyári olimpia? Nem, a következő nyári olimpia. A következő nyári olimpia. Gyorsan. Egy városnévre vagyunk kíváncsiak, hiszen ez a kérdés. Tokió. Így van, Tokió. Jó, ezt elfogadjuk, de a következő kérdésnél nem fogunk ennyit várni. Lányok, kitől örülnek? Ők mondták a jó választ? Nem, amúgy kitaláltam. Rájöttek itt. Mi van? Mi jön még? Fejt a goglizok. Elindult egy videó. Így van, most már bontják a ziplet. Igen. Menjünk tovább? Hát, mehetünk. Gyorsan kell válaszolni, jó? Mert használtok internetet. Melyik hegységben található a Dolomitok hegylánc? Gyorsan, 3. Dolomitok hegylánc. 2. 1. Vége. Most. Ajjajjajjaj. Észak-Olaszország. Nem, ez volt a kérdés. Egy hegység. Észak-Olaszország magában nem egy hegység, de szép. Ez az Alpok. Bizony. Most mi legyen? Ezt dobta ki a Google, hogy Észak-Olasz. Hát hoteleket dobott ki. Hotelek? De beírtasz egy Dolomitok, és akkor kidobott hoteleket? Hát igen, a hoteleket dobott ki, úgyhogy szállásokat, igen, úgyhogy... Megjött a Booking. Igen. Hát na igen, egyből a Booking, a szállás.hu és a többi. Hát ez így ebben a formában, akkor viszont nem tudjuk elfogadni. Lányok, elkeseredettek? Hát igen, sajnos. Vigasztad meg őket. Szomorú. Oké, Barni, köszi a játékot. És boom.
Hát ilyenkor még nincs, után, ez csak a az hadik, három, a harmadik után van. Igen, igen, tudom, sajnos. De, de azért megpróbáltad, mi? Lehet üzenni? Hát, igen. Mindig is utáltam a műsorotokat. Most, hogy nem jöttem, most már elmondom. Mit üzennél ezt? Mondd el már. Degritei szemből üzenném Vicsikének, hogy nagyon szeretem. Jó. Ricsikének, hogy nagyon szereted? Igen, hát és akkor most mi van? Ja, Ricsi. Ricsike. Hát Ricsi szereti Ricsit. Tehát valami szereti Ricsit. Ne legyél már ilyen elzárkózó. Az nem, csak nem csak azért kérdezem, mert nekem is nagyon szimpatikus a Ricsi. Te valami üzenet legelben Ricsikének. Tök jó. Hát, igen. Abszolút. Liberális műsor vagyunk, úgyhogy ez semmi baj. Mit tudunk Ricsikéről? Hány éves? Mivel foglalkozik? Ricsike a rendelés felvételem volt. CNC Esztergályos. Igen, CNC Esztergályos maradt. Csak kurtit, ha nem az bajszed, mert belér a köldököm. Igen. Oké, és hol ismerkedtetek meg Ricsikével? Az interneten, Tinderen. Ó, Ricsike is tinderezik. Tehát akkor van valaki-e? Azért a Tinderem? Hogy van valaki? Hát Tinder, én nem, az, nem úgy értem, hogy a Tinder az nem azért, várjál, lehet, belenyúltál. Nem úgy értem, hogy a Tinder nem elsősorban azoknak van, akiknek férjük, feleségük van, és ők mennek Tinderre, vagy Tinder, ez csak egy sima párkereső, vagy az ilyen... Hát ez egy párkereső. Ez egy sima párkereső a Tinder. Aha. Így van. Húha. Na jól van. Én utána néznék ennek a dolognak. Jó, csokkoltatjuk Ricsikét, jó? Na jó van, oké. Okay. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszi, szia. Hello. Na, szerint a boldog másodiknak lenni sem rossz. Hát a boldog szóban a hangsúly, nem? Így van, hát most egy hanyadik, és második, vagy hanyadik, mert érte, tényleg csak hit kérdés. Meg nincs az az unalom, tudod, hogy mindig ugyanaz van, hanem tudod, hogy te a második vagy, tehát heti kétszer mondjuk sorra kerülsz. Igen. Megfejtettük Barnát és Ricsikét. Barna és Ricsike románca, igen. Na jó, van 9:30, lesz pontosan 4 perc múlva. Jövünk mindjárt egy pici szünet után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9:50 múlt, pontosan 5 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. És hát mindenhol dugó van, úgyhogy aki még nem indult el, készüljön, hogy hétfő van és iskola kezdés, ez azt jelenti, hogy ugye teljes káosz az utakon egyébként, mond. Ha mondjuk suliba már ne induljatok el. Suliba már nem, már nincs is értelme. Tulajdonképpen semmi értelme. Lerobbant egy betonkeverő, és ez elfoglal egy sávot a Lányai Zsidon Pest felé. Brutális dugó van arra felé is. Kis Tartsa, M0-as, M3-as autópálya, 64 jól járható, Trafipax mentes szélvédős felé elküldte nekünk. Baks csomópontnál Budaörs felé tűzoltó autóütközés, ebben a percben történt, Dorci üzente, hatalmas dugó lesz arra felé is. Aztán azt mondja, hogy mi van még? M7-esen is van egy baleset Pest felé a belső sávban, úgyhogy készüljetek. Külső sáv Rákóczi, de ahogy mondtam, igen, ott is. És Szombathely előtt a 86-as főúton a Petőfi telepnél szintén van egy balesetünk, ott is hatalmas dugó lesz. Autóban a sineken egyébként többen kérdezitek, miért nem jár a villamos. Az Árpád-tíri balesetem, mert a Budai oldalához közele Pest felé autó van a sineken, villamos oda-vissza meghalt a baleset miatt. Aki az egyes megállójában áll, azt tartson ki, egy ideig nem megy majd az egyes villamos. Ez a Szentlélek tér után történt. Úgyhogy jönnek a pótlóbuszok. Akkor mennyi idő alatt reagál a BKK? Milyen gyorsan? Nagyon gyorsan. Nincs vele gond. Azonnal. Hát, csak hogy a busz ugye nem tud haladni. Hát tudjátok, az évtizedes rutin. Bármi, a lefulladás, igen, helyettesítés. Abban van azért. De szörnyű. És hát ugye azt el kell mondani, hogy jönnek pótlóbuszok, még inkább be fog állni a forgalom. Oké, azt ennyi, viszontlátásra. Mert a kötött pályán nem tud menni. Nem szerintem. Ment valami felültes vagy karbantartás miatt, nem ment a 3-as metró. Úgyhogy ráfutottam egy ilyen dologra. Nagyon, nagyon szórakoztató autóbuszon zögykölődni a metró helyett. 20-30 percen keresztül csúcsforgalomban. Akartam valamit mondani. Cse fontos volt? Nem. Akkor majd holnap. Akkor hagyjuk. Jó, mutassuk meg, mi a best of inkább. Egy nagyon érdekes bizniszer bukkantunk, kiderült, hogy dübörög a legális, illetve pontosabban az illegális anyatejbiznisz. Konditermekben előfordulhat az, hogy felvásárolja a konditerem az anyatejet, 2500 forint egyébként litere, mert hogy a konditerembe járók előszeretettel veszik. 20-szoros kalóriában benne, mint az állati, eredetű tehéntejben például, és próbáltunk utána járni, hogy mi lehet ebből igaz, ki az, aki iszik anyatejet. És beszéltünk Krisztával, aki anyatáj leadó, hogy ennek milyen kritériumai vannak, hogy lehet leadni, elmondott nekünk mindent, kiokosodtunk. Mi az ár? Mi az ár, fontos. Mennyibe kerül?
és mit lehet csinálni fölösleges anyatejjel. Ugye ez a legálisan leadott anyatej, a konditermek állítólag illegálisan feketén szerzik be ezeket. Hát ember legyen a talpán, aki ezt bevállalja. Ilyenkor mindenkit előállítanak, hogyha kiderül, hogy illegális, a testépítőt fog állni majd a szembesítésnél a kismama mellett. Igen, hát kérdezik, hogy kis bátor onnan ismeri, de csak a... Igen, csak a tejet itt, igen. Valamint Jani volt egy eseményen, illetve egy rendezvényen szombaton, ami péntek. Így van. És ugye arról beszéltünk, hogy megpróbáltuk megtalálni azt a vállalkozási formát, ahol a legnagyobb haszonkulcsal lehet dolgozni, mert egy elképesztő dolgokat látott Jani, és arról beszéltünk, hogy mi az, ami beszerzés áron a legolcsóbb, viszont aztán a legdrágábban tudod eladni, és a legnagyobb haszonkulcsal tudsz dolgozni. Egészen érdekes megoldásokat küldtek hallgatóink, hogy miben van a legnagyobb pénz, mi is mondtunk egyet-kettőt, amit nem értünk. És meg vagyunk a jövőnkkel kapcsolatban. És meg is lettünk, így van, meg is lettünk. Ételen, italon nagyon sokat lehet keresni, hallgatóink segítettek, hogy megtaláljuk a legszemtelenebbeket, akik nagyon sokat akarnak rajtunk keresni, mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 múlt, pontosan 2 perccel. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Tartsatok ki, tényleg jön vissza. Jön vissza a jó idő. Úgyhogy még egy-két nap, és tényleg itt lesz minden. Nyíregyházától Budapestig esik az eső, sok a kamion, rosszok a látás, de egész jól lehet haladni. Ezt Tomi küldte nekünk. 27-es kilométertől óriási torlódás az M5-ösön Budapest felé. Az N0-ásig minden reggel 5 kilométerre a sor, a felhajtó, a rövid felhajtó miatt és a sok kamion miatt. Zó küldte nekünk. Mi van? Nem, hát nézd meg, hogy hol megy az egérnek a zsinó. Nézd meg, hogy hol kígyózik az összes maradék. Jaj. Egy ilyen kicsit kekszes teafilteres tányéron keresztül. Ezt az út, én is értem a zsűlt, megmondom őszintén, de nem tudok vele mit csinálni. Hát, szóval, hát, tisztelet legyen már a technika iránt, zsűl. Komolyan mondom, én sem. Hogy lehet így élni, de hát mindegy. Nagyon durva. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok. Egyébként pont hétvégén találkoztam a vattacukor árulásnak egy újfajta dimenziójával. Már nem ez a betonkeverőben kirakva egy PV gázpalac, hanem a food track show-n volt egy ilyen rendesen megdizájnolt kis ilyen food track, ahol hárman álltak a pult mögött. Nagyon-nagyon klassz volt már eleve a tárolása a dolognak. A vattacukrokat meg lehetett még külön szórni mindenféle ilyen fahéjjal, gesztenyével, bármivel, tehát ilyen kis örleményekkel. Adnak hozzá nedves kendőt, azért az, és nem hurkapálcikára, hanem egy ilyen papírtölcsérre tekerik fel magát. Tehát kicsit brandingelték akkor. Igen, és ezért háromszor annyiba kerül. Hát, nem tudom, hogy amúgy mennyibe kerül, nem volt annyira olcsó, de legalább a gyerekeim is azt érezték, hogy na ebből ennék, mert amúgy nem nagyon szoktak kérni. De te is ezen voltál, ahol a Jani? Ugyanez volt? Ugyanaz. Lovi? Ott voltam, igen. Anna hozta a jegyet. Tényleg? Anna, kösz. Jó volt. Nekik is vittél? Kösz, hogy nekem is szóltál. Azt hittem, csak te vagy. Jó. Nem kell, ne add oda nekem mikrofont. Ennyi volt, köszi. Kértek, adtam. Valahogy kilettünk ebből hagyva, Feri. Nem tudom, hogy érzed el, hogy ez egy ilyen, gyere Csabi, gyere Jani. Persze, mindenki. Mindenki. Szortad kettesével a jegyeket. Csúnyán kilettünk ebből hagyva. Nem itt tudtam volna menni pénteken, mert forgattam. Mindegy, én sem értem rá. Szombaton voltam. Itt a kontyom alatt azért ez kicsit rosszul esik. Eldöntöm, hogy el tudok-e menni. Hogy legalább kérdezd meg. Mondd azt, hogy srácok. A lehetőség legyen ott az asztalon, nem? De nem lehet ez úgy volt, hogy Anna oda ment Jani, és azt mondta, hogy van 8 szegyem, és Jani azt mondta, adjál ott. És még Csabi kapott 2-t, és vége is volt. Tehát jött volna, csak Jani begyűjtött, és fél áron értékesített az aluljáróba az őrsön. Volt vele ingyen kaja? Belépőben? Nem. Mit csináltál? Eladtad az őrsön az aluljáróba fél áron? Mit csináltál? Te, hogy adtam el az őrsön a kökin? Mennyi van Anna? 8, 6-ot ide legyen. Csoda, mert nem tudott oda jönni hozzánk, hogy mert nem tudott mit adni. Ráadásul mennyi volt? 300 a belépő, vagy 4? Tehát nem egy olyan vészes, hogy ha az Anna nem hozott volna szó, jegyet, de akkor is kimentünk volna, de mivel az Anna hozott jegyet, ezért hát ezt megspóroltuk. Ez egy elvi kérdés. Ez egy érthetet, nem a 3-400 főt meg tudjuk venni, csak a... Eltűnt egy nagyobb adag kontingens azért ott valamerre. Most már köszi Csabi, hogy ezt bedobtad, végre elvágtam magam, tehát novemberig nekem végem van. Én már csak meg is vettem volna nekem. Bármit hozol, nem fogom megköszönni nyilvánosan. Jó, Anna? Jó. Kösz. El kell gondolkoznom, Feri, ez van. Hát ezek intő jelek az univerzumtól. De mindig dolgoztok hétvégén, nem értek rá, ezt tudta az Anna. De az majd az is igaz. Hát, de legalább, akkor kérdezz meg legalább, érted? Mondd azt, hogy srácok, lesz egy ilyen tudom, hogy sokat melóztok, hogy forgatás van, meg mit én mi. De hát, ha most pont ráértek. Na? Jó.
Hát Anna. Nem akartad őket megbántani ezekkel a 300 forintos ügyeket. Nem, hát ezt mi nem tudjuk értelmezni. Tényleg 300 forintért már nagyon sok erre nem mész be. Ennyi pénzért, hát jó, nem lehet. Mennyi egy Anna 300, köszönöm. Aztán de. És meg ráadásul a belépőnek egy részét le is lehet fogadni, nem a tiszteletjegynek. Ezt nem tudtam. De azt a tiszteletjegynek nem, csak a belépőnek, amiért pénzt adsz. Egy részét. Egyébként nem 300 a belépő. Ha mennyi? Több. Több volt? Drágább, akkor mennyit adok? Igen, mennyivel jövök. Na, hívjuk a naphallgatóját, gyorsan aztán megyünk, jó? Jó, te itt végéd, addig mondjam, hogy lehet ott, Csabi. És még ráadásul mind a mellett, hogy volt a Food Track Show, meg volt a Még Egy Kör koncert az Aranykút Fesztiválon, zseniális volt. Majd felrakunk a Facebook oldalunkra képeket, és videókat is. De jó. Aranykút. Igen. A hívott szám jelenleg nem kapcsolható. Nem. Miért nem? Miért tőle kaptad a jegyeket, most akartad meghálálni? Igen. Jó van, Csabikám, milyen zenét lesznek? A Bastille-t hozom nektek, mert múltkor elsiklottatok fölötte. A Bastille ugye az a zenekar, akinek a zenével tulajdonképpen itt a Klassz FM-en lehetett megismerkedni, ugye a magyar rajongók itt ismerkedtek meg velük, és eltelt 3 év az első lemez óta, így aztán most már jön a második, és ennek a nyitó dalát hozom, a Good Grief címűt. Ők egy ilyen nagyon-nagyon jópofa angol csapat, elektronikus Bastille zenét játszanak. Néven angol csapat. Igen. Jó, csak éreztem mindegy. Ugye, hogy abszolút inkább íreknek kéne lenni. Átsiklott így az általános iskolák. De nem, a művel tudod. Nem értem. A nevük alapján németnek kéne lenni. Basti. Nem? Vagy ez nem ott volt? Július 14-én alakultak ezért. Na, de. Azt a mindenségét. Tessék, mi történelem óra, mi? De... Wikipédián olvasom. Tudnak. Jó nyomna. Voltak már azóta Magyarországon is, és nagyon-nagyon szerették őket az emberek. És most jó ez az új lemez, legalábbis az első dal alapján. Hallgassátok meg, Good Grief. Jó lesz. Jól van, meghallgatjuk. Jó? De hogy hallgatjuk, ne hazudjunk már neki. Érted, van elég bajunk hétfőn, nem? Még most itt tetézik a dolgot. Ezek az ilyen kegyes hadúságok, amiket én ilyen droid üzemmódban tolok, tudod. Nyilván nem hallgatjuk meg, hát persze, hogy nem hallgatjuk meg. Hol érdekel engem a Bastille? Nem téged. De a hallgatókat azért hadd érdekelje. Ja, ők hallgassák meg, de hát majd most minek hazudjuk? De én nem nektek ajánlom, rajtatok keresztül ajánlom a hallgatóknak. Mi csak egy csatorna vagyunk, érted? A hitelesség a kenyerünk. Elment az már. Hát sem vagyunk penészes kenyérek, de az ilyen. Csabi, én a kívánság műsorról 555-55-00, a telefonszáma, kérjetek dalt, mi pedig jövünk holnap, szevasztó. Hello! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.